Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én András vagyok, ez pedig a TV App című podcast sorozat legújabb adása, amelyben a The Mandalorian harmadik évadának a hatodik részéről fogunk beszélgetni, melynek a címe Guns for Hire. Műsorvezető kollégáim ezúttal is a Filmbarátok podcastből ismert Gergő. Sziasztok! Valamint itt van még Ákos. Sziasztok! És Gáspár. Hey. Hát hatalmas örömmel ülünk itt ismét, egy fantasztikus Mandalorian résszel a hátunk mögött, ez volt tehát a hatodik epizód az évadban, és ezen kívül kettő van még hátra, úgyhogy hamarosan véget ér sajnos a szenvedésünk, de... A fenébe. Denk felik! Ha minden igaz, akkor az epizód végén majd pár szóban megemlítjük a bejelentett Star Wars sorozatokat és filmeket, de addig is pedig beszéljük ki ezt a fantasztikus epizódot, amit tehát Bryce Dallas Howard rendezett, aki a minden igaz akkor már rendezett két Mandalorian részt és egy Book of Boba Fett részt, ami egyébként szintén szerintem egy Mandalorian rész volt. És ki volt az író? Megint John Favreau egyedül? Ó, uh-huh. Igen. Jó. Az MVP. Igen. A hős. Most worthless player. Igen. Így van. Úgyhogy hát iszonyatosan kíváncsi vagyok, hogy a kedves hallgatóknak hogy tetszett ez az epizód, ugyanis ha minden igaz, akkor IMDb-n ez jelenleg a legalacsonyabban értékelt Mandalorian rész valaha, úgyhogy nagyon-nagyon érdekel, hogy a hallgatók hogy vélekednek erről az epizódról, illetve akár az egész évadról. Érdekes lesz majd összehasonlítani a véleményünket így az internettel szerintem ismételten, úgyhogy írjátok le a YouTube videó alatti komment szekcióba tehát az észrevételeiteket, de tudtok nekünk e-mailt is küldeni a tunap314@gmail.com címre, fent vagyunk Facebookon és Twitteren is, facebook.com/radiotunaup, Twitteren pedig az @radiotunaup néven tudtok minket megtalálni, és Gergőt is megtaláljátok Twitteren nem más néven, mint Csabi Gergó, és Ákost is nem más néven, mint Etlenox az aki. Ahogy hétről hétre különböző emberekkel veszekszik a Mandalorianről, hogy miért szar. És én nem, csak irogatnak. A kedvencem azok, akik, ja, amúgy egy résre láttak az évadból, de biztos, hogy Ákos téved. Tehát ez szuper. Hát ez benne van a fakliba. This is the way. I have spoken. Még esetleg azt lehetne majd berakni. Igen. Az adás hallgatható SoundCloudon, Spotify-on és Apple Podcast-en is, és nem csak Apple Podcast-en kérünk titeket, hogy 5 csillagos értékeléssel támogassatok, hanem már Spotify-on is lehet, úgyhogy ezt kérlek tegyétek meg, ha eddig még nem tettétek volna meg. Illetve az adás támogatható Patreon oldalon keresztül is, patreon.com/radiotunaup. Gergő. Hát, András. Ha ez volt az a hét, mikor leültél, elindítottad az epizódot, és na most jó lesz, na most visszaadja a Star Wars hangulatot az epizód, amire oly régóta vágytál, és végre azzá válik a Mandalorian, amilyennél kell, hogy váljon. Így volt? Hát ennyire nem vagyok amúgy reményteljes általában, vagy ennyire kiéhezve nem vagyok, mert ugye azért pont nem régen beszéltünk ugye egy jó epizódról. Tehát én még emlékszem a harmadik részre, én ezt egy ilyen nagyon édes emlékként őrizgetem közel a szívemhez, és mindig, amikor lemegy egy olyan epizód, mint a heti, akkor megpróbálok arra visszagondolni édes nosztalgiával. Mert ugye a nosztalgia az ugye mindig arra jó, hogy a jelen nyomorából próbálsz menekülni egy múltbeli szép emlékbe. És hát a Mandaloriannél, hát ez pont a harmadik epizód volt, az tényleg egy ilyen kiugró egyszeri alkalom volt, most már így kijelenthetjük elég magabiztosan. Ez az epizód nagyon sok fasságot tartalmazott, de muszáj vagyok azt is megemlíteni, hogy voltak ebben amúgy jó gondolatok. Tehát ez például egy nagyon... nekem nagyon tetszett ez a gondolat, hogy a droidoknak nagy kurva fontos az, hogy legyen valami hasznuk, különben megsemmisítik őket. És hogy ez milyen egy torzformája a létezésnek, hogy funkcióval kell rendelkeznem droidként, különben engem meg fognak semmisíteni. És erre volt is egy pár perc az epizódban, ez nekem tetszett, és ugye mindig eszembe jut az a amikor a David Fincher nyilatkozott arra, hogy őt is megkeresték annó, hogy rendezzen Star Wars, még ugye amikor a hetedik résznek próbálták leakasztani az alkotóját, ugye hát tudjuk, hogy nem ő lett,
De hogy az ő megbeszélése ugye arra futott ki, hogy neki mindig is a rabszolgaságról szólt a Star Wars. Az R2-D2-nak és a 3PO-nak, hogy igazából nincsen önálló akarata élete, és mindig azért léteznek, hogy másoknak, tehát hogy teljesítsék másoknak a szolgálatot, és amúgy önszántukból. Tehát, hogy amúgy értelmes érző lények, tulajdonképpen, de erre nincs lehetőségük. És valahol jó látni, hogy azért csak-csak megpendítik ezt. Nyilván sosem fogom abba az álomképben ingatni magam, hogy na, végre ez az az ötlet, amit a David Fincher megálmodott, mert az egyszer tényleg az kéne, hogy David Fincher egy Star Wars filmet rendezzen, ami soha nem fog megtörténni, de legalább egy morzsát találtam a tányér alátétem, ahogy lesöpörtem, és ott volt ez. De azon kívül, hát ugyanúgy ez a borzasztóan tévés volt ez az epizód. Tehát hiányzott amúgy az a fajta ilyen mozis élmény, amit például tudott adni amúgy ez a sorozat úgy akár az űrcsatáknál, akár a harmadik résznél. Tehát azért azt úgy megpendítették néha. Itt viszont ez a full sci-fi channel minőség volt nagyon sokszor, rosszul megvilágítva, béna koreográfiával, teljesen kihasználatlan környezettel, és ez az abszolút nulla nagyon sok helyen. És akkor máshol meg, hát úgy belesüppettünk néha a kínos posmányába is, de ennek a részletezését inkább meghagyom a nálam sokkal választékosabb szókészlettel rendelkezőknek. De röviden, nem volt egy nagy élmény sajnos ez az epizód. Ez meglepő. Ákos, te mint ugye egykori Star Wars fan. Te már diszkreditált Star Wars fan vagy, ne haragudj. Az én véleményem nem számít. Szeretem a 8. részt, ezt tudjuk jól. Ez kicsit olyan, mint egy terápia, nem így ülnénk, ilyen anonim egykori Star Wars rajongók, ilyen üveges szemekkel néznek egymásra, és így próbálják feldolgozni ezt a traumát. Mi vagyunk igazából a Star Warsnak a 8 felesége, aki így próbálja racionalizálni, hogy miért tart ez még mindig. És mi mindig a mézes hetekről nosztalgiázunk, hogy hú, de jó volt, amikor emettünk Nászútra egyszer, akkor volt egy jó rész, azóta ugyanúgy román el minden este, de nagyon jó egyébként. Hát boomerek vagyunk, Star Wars boomerek, az a baj, ezek szerint. Jocsit. Milyen volt neked ez a heti kaland? Nem tudom. Már nem tudom hova fokozni, meg a sorozat sem tudja már hova fokozni azt, hogy mennyire lenyúl a szappanér. Egyszerűen tényleg az, hogy hétről hétre lejjebb süllyedünk írás szintjén és kivitelezés szintjén, az azért egy nagy tudomány, és ennél a résznél éreztem ezt, hogy bazd meg, Holiday Special is jobban szórakoztat ennél, mint ez a rész, tehát ez konkrétan rosszabb volt számomra, mint a Holiday Special. Egyszerűen annyira inkompetens az egész történetvezetés, és annak ellenére egyébként, amit Gergő is elmondott, hogy voltak benne jó ötletek, meg tök jó, hogy így próbált kiugrani abból a tipikus Star Wars érából, és csinálni egy ilyen CSI Star Wars valamit, ez így tök jó volt, meg hogy valami mélyebb tartalmat próbáltak belecsempészni, de ez olyan, mintha nem tudom, a Totally Spies kémcsajok, hogy mi a fasz volt, abban lenne egy ilyen valami gondolatiságot belecsempésznek, de attól az még egy gyerekeknek szóló rajzfilm. És ez is kb. Ilyen volt, hogy oké, van valami benne, jó, de semmi értelme, mert igazából kb. Egy fél mondat volt, és nem is szerintem csak véletlenül hagyta ott a John Favreau az írógépbe, hogy így benne maradt. Nyilvánvalóan a cselekményben megint teljesen máshova jutottunk, mint amit tippeltünk, tehát ezt senki nem hitte volna, hogy most megint egy side quest lesz, egy ilyen, megint csak egy, azt mondom, hogy tök jó ötlet ez a szeparatista demokratikus bolygó, ez kurva jó. De közben meg egy ilyen lelketlen, gagyi, matinének sem jó valami volt ez az egész, és szerintem a kémia az borzasztó volt a két karakter között, a Mandalorian és a Bo-Katan között.
a cameók kínosak voltak és feleslegesek, a megoldása a történetnek a szánalmas. De Scooby-Doo-ban nagyon fordulatok voltak. De egyébként igen. A rendezés azt szerintem semmi. Tehát, hogy lerakják a kamerát, aztán csá. És tök jó, mert úgy néztem ezt a részt, hogy a részelőtt megnéztem a segítséget, és így, ugye a Bryce Dallas Howard kurva jó. És utána megnéztem az ő kurva szar részét, és így legalább tudtam értékelni, hogy jó, de annó 12 évvel ezelőtt a segítségben tök jó volt a Bryce Dallas Howard. És milyen jó lehet most is a Bryce Dallas Howard a kamera túloldalán. Nagyon jó, igen. Jó, de most ő bármit rendezett ezen a részen szerintetek? Tehát nem csak telefonozott ott felvételek közben, tehát most mit csinált ő itt? Igen. Szerintem lőtt egy pár szelfit. Ja, jó, okay. Ennyi, igen. Meg mindig tök menők azok a kis, tök hülye vagyok hozzá, azok a kis tabletek, amiken látják, hogy a kamera éppen mit vesz. Mm-hmm. Tehát, hogy valószínűleg amúgy ez tök nagy élmény lehet nézni, mert ilyen csak a forgatáson van, otthon nincs. Ja, hát ez biztos nagy élmény volt neki, nekem kevésbé, aki azt nézte, amit ő rendezett. Meg Jack Black biztos egy vicces fickó amúgy. Én simán eltettenék egy napot egy forgatáson, ahol abszolút. Jack Black nekem régen nagy példaképen volt, nagyon bírom azt a hapsit, de... Hát majd a Super Mario filmben mekkorát fog nőni a szemedben? Biztos, hogy angolul nézed. Igen, ez nagy esélyen. Itt a nem tudom, hagyatló nyugaton, itt biztos vetítik felirattal. Úgyhogy, ja, én kimerem jelenteni, hogy talán az egyik legrosszabb rész volt a Mandalorianben, és ez tényleg olyan volt, mint egy Book of Boba Fett epizód. Katasztrofális szerintem, és végre tényleg az van, hogy az átlagnézők, a rajongók átérzik, amit mi szoktunk minden egyes Mandalorian epizódnál, hogy ez szar. Mert jelenleg ennek a résznek a megítélése, ha minden igaz, az, hogy ez nem volt jó, akár szar is lehet, tehát itt vagyunk kb. Így a közízléssel ennél az epizódnál, úgyhogy legalább erre jó volt ez az epizód, de amúgy nagyon rossz szerintem. Hát akkor jöjjön a csillagszemű Gáspár, aki úgy indult neki az évadnak, hogy na akkor, hát ha ezúttal ez jó lesz, és akkor az összes epés, szarkasztikus megjegyzéseit félretéve, nyitott szívvel fogadja be John Favreau legújabb termékét. Ez mennyire sikerült ezen a héten? Akkor most veszek egy nagy levegőt. Tudj elhányni. Igen. Igazából tehát, megint eszméletlenül minősítetetlenül vállaltatlan szar ez az egész. Ugye ez tényleg a múlt heti revelációm volt, hogy a Favreau az ezt akarja, és ezt tudja. Tehát nem arról van szó, hogy rákényszeríti a stúdió, és hanem ő ezt bírja összehozni maga egyedül, úgyhogy azt csinálhat, amit akar, vagy azt csinálhatna valószínűleg, amit akar, annyi pénzből, amiből akar, és ennyire futja neki, és ez elég. Ami szerintem hát nagyon-nagyon kínos. Mindenkire nézve, hogy ez a Star Wars, amit John Favreau képes összehozni. Maga az epizód, hát nyilván egy tehát én itt azt éreztem, hogy ez most vagyunk abszolút azon a szinten, hogy ez egy ilyen heti rajzfilm kalandocska éppen, és abból se a jobb fajta. Tehát konkrétan a Bad Batch-nek a filler részei ilyenek, hogy elmennek valahova, mert éppen csak ott ez a keret történet, hogy érted, kilógnak a csávók a klón Order 66 után, és akkor mindenféle melókat el kell vállalniuk, mert enni akarnak. Konkrétan ennyi a keresztori az első évadnak, és ebbe belefér egy ilyen, hogy elmenjünk a bolygóra, megcsináljuk a mellékküldetést, és aztán kapunk érte pénzt, és a rész végén visszatérünk ugyanabba a status quo-ba, ahonnan elindultunk. Azért azt gondolom, hogy a Mandalorian az hát nem, ne ezen a szinten legyen már, tehát a fő Star Wars sorozat az ennél azért egy picit erőltesse már meg magát jobban. Tehát pont amikor már az előző rész végén ugye egy kicsit azt gondolnád, hogy elindul valahova ez az egész
évad gyakorlatilag sztori szempontból, tehát nem ilyen adhok jelleggel random hülyeségek történnek végre, akkor bebasznak egy ilyen sidequestet, tehát hogy így én néztem, hogy most tényleg, tehát ezen kívül van kettő rész az évadból, és egy olyan mellékküldetés, amiből nem tudom én, bármilyen játékokban így a 46 ezer van. Nulla eredetiséggel, nulla súlyjal, nulla jelentőséggel, akár nem tudom én, karakterekre, akár sztorira, akármire nézve, és a cameók meg nekem ez már nem a kínos, nekem ez már szomorú. Tehát én szomorú voltam, hogy így kell látni a Jack Blacket, akit én tökre szeretek, így kell látni a Christopher Lloydot, akit tökre szeretek. Tehát tényleg. És a rész vége az majd egy külön saphányás lesz. Nem tetszett a megoldás? Azt a mindenit. Az nagyon-nagyon sok szinten minősíthetetlen volt. Igen. Na hát egy követ fújunk, meglepő módon. Hát. A rész első felén az elalvással küzdöttem, de tényleg, tehát, hogy ilyen szinten érdektelenség nagyon régen volt már Star Wars iránt, és talán a Bukóból vett. Arra még egyszer levegőt kell venni a Gáspárnak. A Book of Wolfett első részeim volt ez, hogy így konkrétan bele-bele aludtam. Aztán persze, ahogy beindult a sztori, meg úgy a fondorlatoskodás, így picit felkeltem, aztán kiderült, hogy ki a gonosz, akkor megint visszaaludtam, tehát hogy ez a zseniális forgatókönyvírói húzás, hogy van három új karakter, abból van egy, aki a leggyanúsabb, és kiderül, hogy ő volt a gonosz, tehát hogy ez nem akármi, hogy ezt így valaki összehozta forgatókönyvíróként. És ugye a heti kalandként is ilyen kettes alá, tehát hogy volt benne körülbelül két használható ötlet, ami szerintem nem is a John Favreau talált ki, hanem valamelyik fizetetlen tréni internje, és akkor a John Favreau meg kifosta magából ezt a 5 perc alatt megírt AI algoritmus által összehányt forgatókönyvet, és a rész utolsó 10 percébe pedig megoldják megint az évad legnagyobb konfliktusát. Tehát ez ami elképesztő volt, ami ott zajlik. Tehát hogy megint, így, mintha John Favreau hallgatná a TV app-ot, és akkor így direkt mindig azt csinálja, amire mi teorizálunk, hogy na hát akkor erről fog szólni az évad, és akkor a következő részben megoldják. Tehát, ugye, az előző... De várjál, nem is az, hogy megoldják, hanem ez már megvan oldva a második rész óta. Bazán. Ja igen, de megvan oldva, csak nekünk nem szóltak róla. Ez a botrány, hogy nem eddig itt éred be ez az egész, hanem egyszerűen így gondolt egyet, hogy jó, amúgy ez van már amúgy 5 rész óta. Uh-huh. És én ezen basztam fel magam amúgy a legjobban. Uh-huh. Na mindegy, még nem tartunk ott. Még bocsánat, nem mond tovább, András. És akkor sajnos megint tényleg az lett, amit rettegtünk, hogy megint Ákos által behájpolt nagy Gideon Moff gyakorlatilag gondolom az utolsó részbe fog feltűnni, és ami zseniális, hogy a második évadnak ugye az összes döntését, azt már így visszacsinálták. Tehát elkapták a Gideon Moffot, aki most eltűnt. Ugye Mandalorian lemondott Groguról, most újra együtt vannak. Mandalorian maga mögött hagyta ezt a elborult vallását, levette a sisakját, most megint valamiért egy vallásos szektának a legnagyobb híve. Kezdte megszeretni a droidokat az első évadban, hiszen ugye az IG, nem tudom, 11 tök jó kapcsolatba került. Itt megint egy rasszista faszként viselkedik, tehát, hogy így, mintha John Favreau így nem emlékezne a saját sztoriaira, hogy amúgy volt itt valami karakterfejlődés, hanem mindenki visszaállt az alapállapotba, és ez így megy tovább végtelenség, mint egy Simpson család évadot néznék, ahol mindig részletelődik a világ, úgyhogy fantasztikus. És arra emlékeztek, amikor még az első részben azt hittik, hogy az IG-11 egy ilyen sidekick-je lesz az egész évad. Igen, aztán így nem. Fájdalmas. Megérte arra is 20 percet szánni, semmiért. Igen. Azt, hogy ezt egy random easter egg karaktert magával vigyen a Mandalorian. A Jedi lovag. Igen. És az is milyen zseniális húzás volt, hogy a Baby Yoda karakterívét ugye egy másik sorozatban megoldották, és azóta a Baby Yodával az égvilágon semmit nem tudnak kezdeni. Ebben a részben kriminális volt, de legalább alig szerepelt, de talán ezért volt szar, nem? Tehát, hogy egy dolgot csinált, amikor az a fekete nő valami dobált valami labdát, akkor ő segített neki. Igen. Ezért megérte az erőt használni. Hát lovaggá ütötték, András! Na, úristen! Miért?
Reméltem, hogy ráéti amúgy a azt a kardot úgy az élével, és akkor agyonvágja azt a szart. Jó, ne ugorjunk előre. Hogy azért ütnek valakit lovaggá, mert cuki. Tehát ennyi erővel az meg egy kutyát is lovaggá üthetné el most az angol király. Tehát, hogy... Fú, nem, egyébként, de ez a Grogu vonal, ez tényleg, tehát szerintem ez is egy olyan dolog, ami iszonyatosan azt mutatja, hogy fingjuk nincsen, tehát hogy napról napra találják, hogy mi a sztori. De nyilván, amikor ott tartottunk, hogy Book of Boba Fett, akkor ott kellett éppen megoldani valamit, akkor lerendezték ezt az egész szálat. Nyilván, igen, ahogy elmondtam, de csak az első két évadnak ez volt a központja, a lelke, az érzelmi töltete. Most idézőjelekben megbeszélek. Mert egy dolog, hogy semmit nem éreztünk ezeket a szerencsétlen kilencsor. Hát hogy ez szánták. Volt, tehát, hogy ez volt a szándék, akkor ott ezt kellett, most itt hirtelen, és tényleg azt látod, hogy így látványosan nem tudnak vele mit kezdeni. Tehát már nem tudom, mi az Isten történt az előző részben? A kalózos volt. Igen, ott se csinált semmit. Nem csinált semmit. Tehát ott is az volt, hogy a Mando ölébe ült egyébként valamiért, amikor ott röpködött a csatába, semmi értelme nem volt, de hogy tényleg részek óta nincs semmi értelme. Ami persze lehetne egy valami, hogy jó, igen, visszakerült, és fel lehetne ezt úgy is dolgozni, hogy tényleg látványosan nem tud vele mit kezdeni. Fel lehetne úgy is dolgozni, hogy jó, oké, most nem ez a fő sztori, és így ott van. Nem tudom én, de akkor tényleg lehetne, bármikor egyébként lehetett volna az, hogy megfogja azt a kis gecit, és ott hagyja a üzéknél, a Mandalorianeknél, hogy akkor most itt vagy, gyakorolja, és nem látjuk ezt a faszt három részig. Senkinek nem, vagy hát, tehát nem hiányozna a történetből, nyilván a falok sikoltaznának, hogy úristen, hol van Grogu, és ezért van ott mindig, mert kell az a epizódonkénti, nem tudom én, három reaction is ott, meg kettő gyögés, hogy teljesítve legyen a cukiság kvóta, de borzalmas, hogy mennyire nem tudnak vele mit kezdeni. Köszönjük. Szóval igen, és amiért ez probléma, hogy persze értjük, hogy akkor ez egy heti kaland, és megint előhozom a szokásos példáimat, a sliders meg az X-aktákat, hogy ott is ugye az volt, hogy állandó karakterek voltak, akik különböző kalandokba kerültek. De aközött a karakterek között mindig volt valami feszültség, és hiába volt szara a heti epizód, tök jó volt nézni ezeket a karaktereket, hogy ők hogy viszonyulnak egymáshoz. Ugye az X-aktában ott volt a Mulder, aki ez a hívő, aki mindent elhisz, és hogy ő hisz az UFO-kban, meg a természet felettiben, és akkor ott volt mellette a Scully, az örök szkeptikus, és akkor ők évődtek egymással minden részben, és ez tök szórakoztató volt nézni. Na itt most a Mandalorian kb. Hozzá se szól a Groguhoz, tehát elvileg a nagy gyerek, aki megvédett az első két évad során, most így telibe szarják egymás fejét, bevágják a gyügyögését, majd lepasszolja a nőnek, és így ennyit. Tehát, hogy legalább akkor találjanak ki köztük valami akármilyen karakterépítő jeleneteket. Vagy, mert így tényleg az van, hogy egy merchandising figurát kell néznünk, és ennyi erővel maradhatott volna a Luke-kal is egyébként ez a szar. Én tényleg már csak attól rettegek, hogy majd behoznak egy lány lány grogot, jaj, és ne. Akkor lesz egy szerelmi szál. De azt tudjuk, jaj, hogy ez már a végén. Egy rózsaszín kis cuki. Az a baj, én most elkezdtem félni. Ez ebbe benne van. Igen. Sajnos. A teljes kiégés, kreatív csőd, az ilyenkor szokott bekövetkezni, és én félek tőle, hogy itt tartunk. Figyelj, hogy a csinálnak belőle utána egy olyan jelentet, mint ami a Team Amerikában volt a szexjelent, akkor simán jöhet. Tehát, hogy akkor csinálják benne. Meg. Teli tizét töltött csőben, bazd meg. Erre sok esély van. Most már szeretném. Így már jó. Ugye? Igen. Trey Parkerék azért csinálhatnának egy Star Wars sorozat. De hogyha már Team America, akkor a hányos jelentet is remékelhetnék megint a Groguval. Azt már megcsinálták, nem? Ott volt, igen, egy ilyen okádos Grogu. Túl rövid ideig tartott. Két perc, az volt a leginkább kapcsolódható része vagy pillanat Grogunak, szerintem. Mindannyiunknak. Meg is van. Bármi egyéb gondolat így a résszel kapcsolatban? Ami nem ez a gif, amiben Grogu hány?
Ja, akkor nem. Nem. Én a héten gondolkodtam azon, hogy ez a sok Star Wars szar nem... Tehát nem volt addig jobb, amíg csak az eredeti volt. Mármint, hogy az első három rész, hogy mit tudom. Még azt is mondom, hogy az első, mit tudom, a hat, tehát hogyha amikor befejeződött 2005-ben Szitek bosszú vége, mennyivel jobb volt, amikor nem vette meg a Disney. Bármilyen is szeretem a Force Awakens, bármilyen is szeretem az a Jedi-t, meg az Andort, de nem volt jobb, hogy hát, így, ne. Hogy így elképzelted, hogy ez a galaxis mekkora és mennyi lényel, karakterrel teli, hogy így a fejedben létezett az az egész, és így most így annyira kicsinyek tűnik ezekkel a sorozatokkal, és annyira gagyinak, és annyira mainak. És ez a sorozat ebben a részben, ez az egyik fő kritikám, hogy ebben a részben megint az van, hogy túl sok földi dolog, tehát egy hétköznapi dolog került be a Star Wars-ba úgy, hogy az kvázi itt a Földön is ugyanígy van, csak itt a Star Wars-ban, mit tudom én, a szalag, amikor valami bűnügy történik, az ilyen digitális majd bazd meg. Tehát most ettől azért szerintem simán el lehetne távolodni, és itt az egész epizódban ez így tetten érhető volt, hogy így annyira valahogy így kilépett ebből a Star Wars világból, és már annyira kicsinek tűnik ez az egész, hogy engem ténylegesen szomorúvá tesz, hogy ez a Star Wars jelenleg. De hát ezt minden héten elmondjuk, csak tényleg az van, hogy ennél a résznél ez többszörösen tetten érhető volt, hogy így lehozott az életről, hogy itt tartunk, hogy ez a kibaszott kapitalizmus, meg streaming éra, amikor ilyen nagy klasszikusokat, amikor azt mondtuk, hogy Star Wars, jön a Star Wars, akkor az egy esemény volt, akkor libabőrös lettem. Ákos öltönybe mentem moziba. Egyébként a Skywalker korára öltönybe mentem direkt. Most csoda a nadrágot húzottan. Ez az. Ez teljesen messzelő nézem. Ezt nem akartam. Ezt senki nem akartam. Köszönjük. John Favreau is így írja a sorozatot, úgyhogy szerintem... Közben csapkodja magát ostorra, meg a saját övébe. Olvasgatja a Reddit kommenteket közben. Nem veri magát szerintem eléggé akkor. Lépjünk tovább. Igen. Szóval a lényeg az, hogy ez tök szomorú, hogy egy ilyen korszakban élünk, és ha beszélni fogunk a Star Wars Celebration-ről, az még elő fog jönni, csak... Hú, hát a Celebration, mert inkább ilyen gyászmisének hangzik. Star Wars Grief. Memorial. Grief Karga, akkor? Igen, Grief Karga. Ja, igen, ez teljesen igaz, hogy olyan szinten filéresítették a Star Wars brandet, hogy gyötrelem látni, hogy én nem gondoltam volna 2012-ben, amikor bejelentették, hogy új Star Wars trilógia készül, és Disney, és tudom én, J.J. Abrams is most itt fogunk tartani 2023-ban, hogy ez az epizód van mögöttünk, tehát ez valami elképesztő, de de ja, és nem csak ez elképesztő, hanem hogy a Star Wars Redditen az emberek ehhez tapsolnak, és jaj, hát ez mennyire jó volt. Megvan mentve a Star Wars. Megvan mentve, igen. Mennyivel jó volt, mint ugye a Last Jedi. Hát meg a prequel trilógia, ugye mennyivel. Ja, persze. Rosszabb, mint ez. És akkor még beszélgessünk egy picit erről az évad felépítésről, hogy ez szerintetek nem véletlen összekutyulták a Disney Plus-ban a epizódok során egyét? Tehát, hogy ez egy kitalált dramaturgiai ív, hogy elindul nem, ennyire bénának szándékosan lehet csak az embernek. Ja, bocsánat. Így. Tehát, hogy ne, ez nagyon akarni kell, hogy ennyire szart legyen valami. Ezt a John Favreau, ő nagyon büszke volt erre szerintem, amikor papírra vetette, és benyújtotta bárkinek, valaki biztos, hogy amúgy átnézi, és így mondta, hogy hát, jó, hát én foglalkozni annyira nem akarok vele, meg jó, itt ez a hülye, majd ő elviszi a balhét érte, igazából leszarom. És szerintem ez így ennyi. De én biztos vagyok benne, hogy ez nagyon-nagyon tudatosan csinálta amúgy a Favreau, és ő ezt őszintén jónak gondolja. Hát ezekből szokott a legnagyobb trash hulladék gyöngyszemek lenni, amikor egy alkotó őszinte jónak gondol valamit, és abból egy rakásszal lesz, lásd The Room, meg Troll 2. Eddig se volt makulátlan a Mandalorian évadok felépítése, de ennél szerintem jobb volt, hiszen az volt, hogy kezdtünk ilyen filler heti kaland epizódokkal, majd az évad utolsó pár részében meg a sztorival foglalkoztunk. Itt
összevisszaság van. Úgyhogy szeretném, ha végigszaladnánk eddig, hogy hol tartunk. Tehát kezdődött az első résszel, The Apostate, ami gyakorlatilag egy ilyen felszopás volt, hogy mi fog történni, teorizáltunk, hogy mi lesz, és az fantasztikus húzás volt, hogy a 45 percből 20 perc egy olyan sztori szállal ment el, amiből semmi nem lett, lásd, IG-11-nek a felélesztése és egyéb balfaszkodások és babufrikekkel cukiskodás. Ugye ez milyen szuper volt. Utána levő rész egy sztori epizód volt, amiben viszont a Mandalorian-t a legnagyobb balfasznak állították be, aki létezik, mert egy részen belül háromszor kellett megmenteni, de mindegy, oké, legalább beindult a sztori. Na, akkor fasz. Harmadik rész, kézifék, egy fulmás, semmilyen szinte nem passzoló epizód, ami egyébként epizód közbe gondolta meg magát, hogy akkor egy Andor lesz, tehát ugye elkezdődik 5 perc Mandalorian, 40 perc Andor, majd megint 5 perc Mandalorian, tehát oké. Okay. Következő rész, random kaland az űrben, 25 perc, ugye ez az volt, amikor a sárkány meg kellett menteni azt a kis Mandalorian gyereket, és benne egy 5 perces Baby Yoda flashback, amiből semmi új nem derült ki. Úgyhogy oké. Okay. Jó, akkor mostán be fog indulni a sztori. Nem indult be a sztori, ugyanis az 5. részben azzal a kalózzal foglalkoztunk, aki a legelső részbe tűnt fel. Valamiért. Oké, okay, azt lezártuk, na akkor most már tényleg beindul a sztori, és akkor itt a 6. rész, ami egy random sidequest volt, és az utolsó 10 percben menik foglalkoztunk a történettel, és az körülbelül, igen, ennyi idő alatt le is rendezték. Úgyhogy taps. Nem tudok más mondani. Ez egy gyönyörű évad felhúzás. Igen, és ez tök jó rímele arra, amit Favreau mondott, még szerintem miért kijött volna az első rész, hogy fogalma sincs, hogy ez a történet ez meddig fog menni, vagy hogy mennyi évadot fog megélni, mert ezek szerint annyi a lényeg, hogy nem tudja, hogy mi a történet vége, nincs tisztában azzal, hogy mit akar elmesélni, csak annyi, hogy van egy, biztos az összes docx fájlában van egy ilyen izékezdő mondat, vagy fejléc, hogy Mandalorian eheti kalandja pont, és ennyi van meg neki, hogy ilyen heti kalandos, mindig bajba kerül, és hogy így a többit azt majd ott kitalálja, de hogy így nincs egyelőre megírt koncepció, és csúnya dolog, tudom, meg nem szabad így összehasonlítani, csak így tegyük bármelyik jelenleg futó sorozat mellé, egy Succession mellé, vagy egy Better Call Saul mellé ezt a sorozatot, hogy sorozatnak merik nevezni. Tehát, hogy így nyilvánvalóan teljesen más attitűd, meg teljesen más műfaj, felfogás, minden, de hogy azért, amikor azt mondjuk, hogy ez egy gagyi sorozat, és amikor azt válaszolják erre, de hát ez nem is akar több lenni. De bazd meg. Tehát, hogy a gagyit is meg lehet jól csinálni, hogy ne gagyi legyen, hanem tényleg egy matiné legyen, és ne akarom kikaparni a szememet. Mert nem az a baj tényleg, hogy ez nem akar több lenni, mint ami. Bár csak az lenne, ami akarna lenni, de még ahhoz se képes, és ez a legnagyobb baj vele, hogy egy matinéhez képest, egy ponyvához képest is szarul van megírva. És nem... Egyszerűen, ha nincs már egy kompetens főhősöd, akivel szimpatizálsz, és ez a balfasz, ez már az első évad első része volt antipatikus, inkompetens elmebeteg, akkor nem tudsz mit csinálni, és ez csak az egyik réteg ennek a dolognak. Tehát így nagyon pusztító szerintem, ahogy ezzel a sorozattal bánnak. Mert tényleg lehet, nem ezt érdemelni valóban, de itt vagyunk, hogy ezt érdemli ezek szerint. És még egy utolsó érzés, hadd osszak meg veletek, hogy én nem gondoltam volna, hogy nosztalgiával fogok visszagondolni a Book of Boba Fett-re. Mert az annyira vállalhatatlanul trash volt, hogy azon kurva jól szórakoztunk egyébként utólag visszagondolva. Tehát, hogy mekkora egy komplet idiótát csináltak ott a Boba Fettből, tehát ez zseniális. Temuera Morrison belét mutogatta, zseniális. A bakta álmok. Bakta tank flashbackek, aztán a rancorral suttogó Danny Trejo, meg a teletábi motoros banda, a nagy finálé, tehát hogy az egy igazi trash hulladék volt,
itt pedig, amit Gáspár mondott, hogy inkább szomorú az egész. Tehát tényleg szomorú, hogy ez a prémium kategóriás sorozat, ami jelenleg a Star Wars-nak az ászlós hajója, az itt tart. Úgyhogy ezen nem tudtam szórakozni, ezen nem tudtam nevetni, hanem egyszerűen csak ilyen, nem tudom, sztoikus nyugalommal vettem tudomásra, hogy ez van. Na. Igen. Akkor beszéljük, mi történt. Mondjuk, jó, hajrá! Azok a hallgatók is megértsék az öröngésünket, akik ugye nem nézik a Mandalorian, de hallgatnak minket, úgyhogy örülhettek, mert megint itt fröcsögni fogunk még egy órán keresztül. Kezdjük az epizódot Ex-Vavs és bandájával, akik ugye Mandalorianek, akik ugye leváltak a Bo-Katanéktől, és most jelenleg ő a kapitány Bo-Katan egykori hajóján. Ugye ők továbbra is fejvadászok, tehát elvállaltak egy bountyt, ami nem volt más, mint hogy egy ilyen Koran kapitány az elszökött egy Mon Calamari trónörökössel, azt hiszem a Mon Calamari egy ugye a Akbar admirális szerű faj, és az nagyon fontos, hogy Tom Holland öccse volt ott a színész, aki azt játszotta, és akkor egy ilyen Róma és Júlia-szerű történetet látunk, hogy ők szerelmesek, és elmenekültek, de hát a gonosz Mandalorianek még vissza akarják vinni ezt a halfejű faszt, és vissza. Ők nem gonoszak, ők csupán pénzért ők feladatot pénzért teljesítenek. Ők zsoldosok. De ha már említettük itt a Team Amerikát, ez a jelenet, ez a random szerelmi szál egy ilyen Akbar admirálissal, akinek tényleg én Tom Holland hangja van, meg egy ilyen csápos lény között, tehát ez konkrétan olyan volt, mint ami elbaszott paródia. Igen. Tehát így tehát komolyan kellett volna azt ott venni, ami a képernyőn történik, hogy jaj, drágám, ne hagyj el, és ilyen lények mondogatják, de annyira szar szinkronnal, meg annyira szar bábunkával, vagy nem tudom, hogy nevezzem, hogy ott már lekapartam az arcomat, hogy ez mi? Űrgolyók kettő. Abszolút, tehát hogy így kezdődik a rész, hogy meg ki akarom kapani a szemgolyómat. Nem így, de nem így kezdődik. Hát úgy kezdődik, hogy lebeg a vizes tankba ez a szerencsétlen. Ja, de miért egyébként? Ami, de soha nem derült ki, mert azt tudod, hogy érted. És így néztem, hogy jó, lebeg a vízbe. Oké. Okay. És aztán leengedték azt a vizet. Aztán nem. És, aztán, és érted, és azt néztem, hogy azért a kapitány ennek a hajónak, aki itt most így értem, már nem tudom miből, de értem, hogy most akkor itt ő a góré, az ül egy széken és csöpög. És ez történik, hogy ő csöpög. És etetik őt az akváriumában. Úristen, igen. És én amúgy még az elején azt gondoltam, hogy oké, tényleg amúgy nagy a galaxis, sokféle élőlény van, de hogy ott a hídon, vagy nem tudom mi a faszom ennek a neve, a parancsnokságban, volt egy csomó másik hasonló fajú, és ők nem vízben voltak. Tehát, hogy ez ott konkrétan hot upstream-elt bazd meg. Az epizódnak már a legelején. Hogy értették, hogy mit mond, amikor vízben van? Ez vicces. Nem a bugyborékoló hangja van. Volt. De ezt hagyjuk, mert mi a víz. Na, úristen. De nem, de tényleg, tehát, hogy és tehát, hogy gagyin nézett ki, gagyi hatása volt egyik oldalon, a másik oldalon, hogy és aztán sehova se vezetett. Tehát, hogy utána meg nem volt róla se egy poén, se egy konfliktus, se egy semmi, hanem hát... Oké. Okay. Hát éppen a fel nem használt jegyzetekből lesz kukázta elő a Favreau, és akkor legyen ez a nyitó jelenet. Kész. Csodás. Örülben. Fú, igen, na mindegy, szóval ennyi. Én nem emlékeztem bevallom erre a csávóra, erre az X-re, hogy hát én is csak a Previously-ből. Uh-huh. Én meg azt véletlen kinyomtam, úgyhogy fogalmam sem volt, hogy ki volt ez. És nem volt benned annyi, hogy visszanézd. Bocs, nem. Hajnali egykor néztem. Te fasz. Tehát annyit tudunk róla, hogy nem arra. Hogy ő Bo-Katan ex, nem? De... nem tudom, hogy volt-e ott bármilyen ilyen romantikus szál. Hát nem tudom, te láttad a Rebelszt meg ezeket, abban volt ez a hülye? Jó kérdés. Tököm se tudja. Jó. Valószínűleg voltam úgy szerintem, de tényleg nem tudom. Google? Wikipedia. Te meg az elvárásaid. Ne, sajnálom. Jó, mindegy, bármi még erről a fantasztikus nyitójelenetről, a szekunder szégyen érzeten túl? Semmi.
Én megint azt mondom, és de ez egyébként az egész epizódra igaz lesz, hogy az a legnagyobb baj, vagy az a fura ezzel az egész sorozattal kapcsolatban, hogy amúgy, ha lebontod nagyon butára és nagyon alapra, akkor ami történik, az annyira általában nem gáz. Aha. Tehát ha így az alapsztori, vagy az alap szituáció, az annyira nem gáz, csak általában az a gáz, hogy hogyan történik ez. És én azt kezdem észrevenni, ez a heti revelációm, hogy az emberek így kurvára nem képesek a kettőt együtt látni, vagy külön látni, vagy nem tudom értelmezni, hanem ennyi, hogy ez történt. Tehát, hogy csak hogy megint, nem tudom, ha még van olyan, aki szereti ezt a sorozatot, és hallgat minket, hogy nem azzal van a baj, ahogy ami történt, mert az nekem egyébként, megint csak mondom, ilyen alapszinten, hogy mutassuk be, hogy a Bo-Katantól függetlenné vált Mandalorian osztag, az hogyan működik, és hogy ők megjelennek, és mondják, hogy a gyerekek nyugi, leszarjuk, hogy kik vagytok, leszarjuk, hogy szerelmesek vagytok, ez egy munka. Mi ide jöttünk, mert ezzel bíztak meg minket, ezért kapjuk a pénzt, ha velünk jössz, ha nem, akkor nem lesz senkinek semmi baja, ha nem jössz velünk, akkor valószínűleg elövöldözünk mindenkit a picsába, akkor is elviszük ezt a gyereket. És szerintem ez kurva jó Mandalorian karakterépítő pillanat lehetett volna, ahol megérted azt, mert igazából nekem az emlékeim ezelőtt a sorozat előtt a Mandalorianekről a Knights of the Old Republic videójátékokból voltak, ahol pont ez volt a csáv, hogy ez egy zsoldos, ennek adsz egy melót, ez oda megy, ezt megcsinálja, kész. És ez itt lehetett volna egy tök jó, csak az, hogy közben ott behozzák a kis pohárba a halat, beöntik neki a tankba, aztán leengedik a vizet, és ott csöpög, akkor megjelenik a halfejű hülye gyerek, és ott Romeo és Julia, és így ettől ez iszonyat gáz. És pont ezekkel a gagyiságokkal, meg a bármi komolyan vehetőségét az egésznek basszák el, mert én onnantól, hogy ezt látom, nem tudom komolyan venni az egyébként lehet, hogy működne jelenetet sem. Mert egyszerűen halálgáz. Közben amúgy kinyomoztam, az X-Wolves ő nem volt animációban korábban, ő egy teljesen Mandalorian sorozathoz alkotott karakter. Köszönjük áldozatos munkát, Gergő. Köszönjük szépen. Szívesen. Csak hogy az a kommentőr, aki már megírta tühösen, hogy ezt azért a Rickson elmondta. Na jó. Nem. Látod, tudjuk. Szegény, Rickson-ról inkább ne beszéljünk, mert megint. Rickson-off. Rickson-off, okay. Igen. Csinálja a videóit, tök jó. Mi is csináljuk, és kész. Nem kell crossover epizódolni. Okay, és akkor ugye közben látjuk, hogy Bo-Katan és Mandalorian megérkeznek a Pleasure 15 nevű bolygóra, ahol egy ilyen demokrácia-szerű kis hely a peremvidéken, ahol a droidok intézik így a legtöbb teendőt, azért, hogy az embereknek ne kelljen semmit se csinálniuk, és azért jönnek erre a bolygóra, mert ugye itt található a X-Wolf, vagy már... Wolfs. X-Wolf. X-Wolf. És bandája, de hát ugye nem olyan egyszerű, mert ugye tipikus Mandalorian sztoriszáj, van egy célunk, de ahhoz, hogy ezt a célt teljesíthessük, egy random szájtőeszet kell teljesíteni a helyi embernek, és akkor utána tudjuk folytatni a küldetést, és ez a helyi ember pedig nem más, mint Captain Bombardier, Jack Black által alakított egykori birodalmi tiszt valamiért, tehát hogy miért a Jack Black volt, fogalm nincs, egyetlen jelet, vagy egyetlen mondata nem volt, ami a Jack Black-es, hanem éppen ő mondta el a szöveget, de lehetett volna ez Baldwin is szerintem. Igen? Na, én ezt megfordítanám egyébként, mert nekem pont az volt a bajom vele. Én nagyon szeretem Jack Black-et, a Rocksuli a viccen kívül az egyik kedvenc filmem. Imádom a csávót civilbe. Pont az a baj vele, hogy Jack Black az mindig Jack Black. Uh-huh. És azért egy rossz casting ő ide, mert ő itt is Jack Black volt. Csak igen. A Jack Black a Star Wars-ból úgy lók ki, mint a kurva élet. Igen. Tehát, hogy megint csak maga a karakter, az ötlet, az, hogy van egy ilyen csávó, aki birodalmi volt, most csinált egy ilyen
lehet, hogy kicsit túlkompenzálásra akart rámenni a történet, lehet, hogy nem, hogy ugye most ilyen totális demokrácia, hogy gyakorlatilag mindenről szavaznak, és mindenről a nép dönt, meg hogy ő egyszerre nemes, meg izé, meg választott vezető, ez így akár érdekes is lehetett volna. Csak megint csak az, hogy ezt a Jack Black mondja el, és kinéz úgy, ahogy kinéz, meg játszik úgy, ahogy játszik, abban a pillanatban nem működik az egész, mert Jack Black-et látom, aki marháskodik. Amit mondom, én nagyon szívesen nézek a megfelelő környezetbe, mert jó a csávó, jó fej, bírom, de nem való ide. Kár, hogy nem fakad dalra. Ha egy Baby Yodával lehetett volna egy duett. Hát, hogyha az a vége, hogy mondjuk kirúgja az ablakon azt a szart, akkor amúgy szintekre szerettem volna. És amúgy, hogyha már egy sorozaton belül maradunk, hogy elbírja amúgy a sorozat azt a színészt is, vagy színészi alakítást, aki magát játszott. Tehát, hogy Billből amúgy meg tök jól elment a Mandalorianbe szerintem. Mm-hmm. Ugye ráadásul ugye hozzá kötődik az egyik legjobb epizódja az egész sorozatnak, mm-hmm. ugye a második évad végén, és hogy tud működni amúgy ez a része. Sőt, is. Sőt, még Werner Herzog is azt mondanám, hogy jó casting volt arra a ex-birodalmi tiszt szerepére. Meg volt egy olyan persze, csak tehát működik se a saját magad játéka, hogyha a saját magad odaillő karakter, hogy tehát a Bill Burr az a való életben egy bunkó, aki mindenkinek beszól. És közben ezzel vicces. És a sorozatban is ez volt, működött. A Jack Black az egy kövér bohóc, aki folyamatosan marháskodik, és hülyeségeket csinál, zsugra-bugra, pontosan ez történt. Csak Star Wars-ban nem való. De egyébként nekem az az egész bajom ezzel az egésszel, és Bill Burr-nél is maradhattunk meg a Jack Blacknél is, hogy a Star Wars-ban nekem ezek kilógnak. Tehát, hogy így... meglátom a Jack Black-et, vagy a Christopher Lloydot, vagy a Bill Burr-t, vagy bárkit a Star Wars-ban, akkor az nekem kilóg, mert nem egy karaktert látok, hanem jé, az a Bill Burr, jé, itt van a Jack Black. Az tehát, egy sírán a Trónok harcában. De ugye ott cameo, tehát, hogy jó, de ha itt is a Jack Black egy izé lett volna, egy ilyen polipos szörny, aki ott teszik az asztalnál, és egy vágókép van róla, azt mondom, ah, de kurva, ott a Jack Black. De nem, itt egy kompetens karakternek akarták beállítani, akinek van egy tök jó háttértörténete, mert ami háttértörténetet kapott ez a karakter, ugye, ami rímel a harmadik résznek a sztoriára, a tök jó, hogy van ilyen, de ne egy Jack Black-et tegyenek be, meg ne egy Lizzo-t, nem tudom ki ez az énekesnő, sajnos, de énekesnő, elmondtad a lényeget. Igen, de ugye csak utólag tudtam meg, hogy ő is valaki, de ő meg szörnyű volt egyszerűen abban a szerepben. Tehát, hogy annyira kilógnak ezek a karakterek, mert látom, hogy ezek cameo akarnának lenni, de valamilyen iszonyat cringe sztárparádét akartak tolni az egészbe, és kilóg a Star Wars, kilóg a történetből, és nem illik bele. Ahogy Gáspár is elment, a Jack Black, de különösen nem illik bele így, ebbe a formában, mert ő a Jack Black, tehát ő tényleg bárhova teszed be, beteszed a gyűrűk urába egy rohadi lovast, ki fog lógni, mert ő a Jack Black, tehát nem teszed bele. Nem tudom, tehát nekem ezzel bajaim vannak, hogy nyilvánvalóan az új trilógiáját a Star Warsnak azért töltötték fel ismeretlen arcokkal és nem sztárokkal, mert az nem dob ki. De amikor tele tömöd ilyen emberekkel, akkor nem karaktereket látsz, hanem sztárparádét, és az nem jó. Tehát most akkor mi értelme az egésznek? Úgyhogy szerintem ez botrányos volt, hogy ilyen eszközökhöz nyúltak, mint a Jack Black, meg ez az énekesnő, a Lizzo. Többszörös Grammy díjas amúgy. Igen. Ami tök jó, csak ide nem illik bele, mert nem. Mert nekem az volt az érzésem a rész végéig, hogy ez nem igaz, amit itt látunk, hanem annyira szarul alakítottak, hogy azt hittem, hogy ez egy koncepció, hogy ők átverik a Mandalorient, hogy ez ilyen, nem tudom, ilyen Truman Show, hogy ez az egész, ez csak egy ilyen álca, valami birodalmi álca, hát és ők csak helyen... Igen, pontosan. És nem. Hanem ez konkrétan maguk a karakterek voltak, amiket láttunk, és ez kilógott. Ez annyira bűzlött, hogy az nem igaz. Úgyhogy ez szerintem egy hatalmas probléma volt ennél a részén, hogy nem lehetett komolyan venni, mert végig azt hittem, hogy egy ilyen nagy leleplezés lesz a végén, és nem. Csak egyszerűen szarul játszottak, és kilógtak ebből az egészből. Igen, tehát, hogy Captain Bombardier egy ex-birodalmi tiszt, és felesége
uralkodnak Plezir 15, de ugye demokrácia, tehát igazán nem uralkodnak, és ugye ez a peremvidék egyetlen igazi demokráciája. Luxus életben élnek az ittani lakók, és az a lényeg, hogy a droidok elkezdenek furcsán viselkedni, rátámadnak lakosokra, meg kidobálják a szemetet, meg ilyen viccesnek szánt dolgok történnek, és akkor ugye megkérik Bo-Katanékat, azért nem mondom, hogy Mandalorianéket, mert ugye Bo-Katan lett a főszereplő, hogy jöjjenek rá, hogy mi történik ezekkel a droidokkal, és hogyha megteszik, akkor egyrészt ugye tovább engedik őket az X-székhez, másrészt pedig kapnak egy szövetséges majd a Mandalorianek, úgyhogy szuper terv. Folytatják útjukat Brown professzorhoz, Doc Brownhoz, aki ugye Christopher Lloyd alakítja Commissioner Haggate, de tök mindegy, tehát hogy most bármilyen nevet kitaláltak volna, és akkor ő így ott valamilyen, milyen tiszt, valami droidok irányításáért felelős tiszt, mondjuk, és akkor ő mutogat nekik ilyen videókat, ahol ugye látjuk, hogy ezek a droidok hogyan támadtak rá az emberekre, és ugye nyilván az lenne az első kérdés, akkor miért nem kapcsolják ki ezeket? Hát azért, mert ugye olyan szinten támaszkodik ez a társadalom a droidokra, hogy összeomlana minden, úgyhogy muszáj, hogy folytassák a működésüket. Tehát akkor nem marad más választás, mint le kell vadászni ezeket a droidokat. Hogy tetszett ez a cameo is? Én nagyon sokáig nem tudtam eldönteni, hogy ez most tényleg a Christopher Lloyd, vagy valaki nagyon szeretne hasonlítani Jonathan Banks-ra, Mike Herman Trout-ra, mert inkább valamiért az járt a fejemben. Lehet, hogy megint így az elmém vissza akart menekülni a Better Call Saul nosztalgiájába, hogy egy kicsit úgy ilyen burkot képezzen körém, és megóvjon ettől a sorozattól, de aztán így elfogadta az elmém, hogy ez a Christopher Lloyd, és így tehát nem tudom, hogy miért kell ezért a Christopher Lloydnak amúgy veszélyeztetnie magát, és elhagynia az otthonát. Most ha nagyon geci akarnak lenni, akkor így egy-két képen a Christopher Lloyd úgy nézett ki, mint egy Mon Calamari, tehát hogy hatalmas kopasz fejével, meg a ilyen kilométeres ráncaival, meg a fülével, simán egy alien is lehetne, de amúgy nem volt rossz, de én inkább arra gondoltam, hogy remélem, hogy ő amúgy szellemileg még amúgy így tök penge, és nem az, mint a Bruce Willis, hogy betolják forgatásokra, hogy csináld meg ezt, aztán viszik tovább a következőre, mert az a baj, hogy ez a Mandalorian-es szerep nekem így pont ilyennek tűnt, de utána szétnéztem, és így ő amúgy szellemileg még tök jól van, úgyhogy nem. Ő biztos szereti a Star Wars-t, és úgy volt vele, hogy egyszer belefér. Szereti a még pénzt. Akkor is, hogy hát igen, szereti, meg még John Favreau-t is elveseli emiatt egy picit. És lehet, hogy csak azért castingolták, hogy az én gyenge szóviccemet elsüthessem, hogy vártam volna, hogy beleül az autójába a Man DeLorean-be, és elhagyott. Vagy pedig így szóvá teszi, hogy hát itt miért nincsenek utak? Így van. Na, de ez jó, gyors reakció volt, mert nem tudom, ki csinálta Gáspártán, de szép. Szerintem neki az ujja mindig arra vaszol. Igen. Nem csak elővezetted, hogy ja, azért vállalta ezt, tehát így volt időm, nem a semmiből jött a szarpoén, és hirtelen kellett reagálni, hanem volt időm felkészül. Köszönöm. De üvölthette volna akár, hogy 21 század gigawatt! Ez is lehetett. Great Scott! Hú, de szívesen nézném inkább a visszajövőbét, mint ezt a szart. Na, mindegy. Igen. És mi lenne, hogyha John Favreau csinálna egy visszajövőben sorozatot? Nem. Ne. Könyörgök. Ne gyalázzanak meg más gyerekkori kedvencem. Nem, hát ugye a Zemeckis, ő azért egy picit ebből a szempontból maradibb, mint a Lucas, hogy ő soha nem fogja ezt eladni, és amíg ő él, addig nem nyúlhat hozzá a John Favreau a kubános szendvicses ujjaival. Csak az a baj, hogy a Zemeckis az sokkal öregebb, mint a Favreau. És a Favreau az még élni fog, amikor a Zemeckis már nem. Hát ha a Favreau elviszi a koleszterin. Te geci vagy? Bocsánat. Én inkább abban bízom, hogy tényleg a Mandalorian-nek soha nem lesz vége, és neki nem jut ideje másra.
Hát emellett ez hatalmas munka. Igen, ez a napi 10 perc, amik telefossa azért A4-es papírt és az a forratókönyv, tehát azért nem akármi. De mindegy, majd az Ahsoka. Jó, igen, következő random jelenet, Ugnautokhoz mennek, ugye ez az a faj, ami Nick Nolte is volt, mert nem maga az ember, hanem ugye a Mandalorianben szerep. A Hulk után. Igen. És emlékeztek a nevére Nick Nolte-nak? Mi a karakternek? Igen. Nem. Krill. Quill. Igen, egész pontosan így volt. I have spoken. Ez az, köszönöm szépen. Csak ezért tudom, mert ezt egy ilyen videóban, vagy láttam a videóban a nevét, fogalmam nem lett volna, hogy a faszba hívják. És talán ez az egyetlen jelenet az egész epizódban, ahol bármi haszna van Din Djarinnak, hogy ott áll a képernyőn, ugyanis ő tudja, hogy kell beszélni ezekkel a lényekkel, ugye nagyon büszke nép, és nem lehet csak úgy rájuk rontani, hanem ki kell nyalni a seggüket, meg ugyanazokat a szófordulatokat kell használni, úgyhogy akkor végül megkapják tőlük azt a listát, ami pontosan melyik is, ugye a droidoknak a listája? A meghibásodott droidokat keresték, azt hiszem, és hogy ők elvileg tudták, hogy kik voltak azok, akik érintve voltak ezekben a meghibásodásokban. Mm-hmm. Így van, így van. Jó, bármi erről a jelenetről? Maszkok jók voltak. Azon gondolkodtam, hogy amúgy most itt sokszorosították a Nick Nolte-nak a maszkját, és így mindenkire ráadták, vagy ezek ilyen egyedi dolgok voltak. Igen, egyébként. Valamelyikre egy barna parókát raktak, másikra egy ősz parókát, és kész. Kész van, igen. De tudod, ez lehet ilyen rasszista, hogy mindegyik ugyanúgy néz ki. És elnézést, még elfejtettem a nagy sztori szállat, hogy ugye a Grogut ott hagyják a Jack Black-éknél. Ott hagyják, nem ő konkrétan átkívánkozott a Lizónak a karjaiba, átszaltózott oda, és ott az én gyomrom is szaltózott egy lányat. Ott majdnem visszajött az ebéd, de leküzdöttük. Jó. Oké. De most itt mi a sztori? Tehát, hogy miért ugrik át? Tehát ha a Grogut karakterként tekintjük, akkor eddig nem volt ilyen, hogy így haverkodik mindenkivel. És most egy ilyen fura nőhöz meg így átugrik. Csak mert hogy melekösek ebbe így. Nem tudnak mit csinálni ezzel a szerencsétlennel. Nem tudják elhelyezni a saját te szájba baszott sorozatába. Látványosan nem tudnak hanem mit csinálni. Ezt most oda mentük kiskodni. Jaj, de édes volt, te, hogy átugrott, jaj. Ennyi történt. Vagy szerintem már lehet a Brandon Wayne-nek is így ilyen masszív hányingere van ettől a kibaszott tizé bábútól, és elhajította a picsába. Jó, most már hagyjatok békén. És odaadta, jó, most egy kicsit tiéd ez a szar. Big sense. Hát vagy készüljön két selfie ettől az énekesnőtől, amit kirak Instagramra, azt lájkolja nem tudom hány millió ember, és az ingyen reklám. Tehát el tudom képzelni, hogy ilyen aljadék az egész. Többen nézik azt az Instagram posztot, mint a sorozatot. Lehet. Arra eső. Következő fantasztikus jelent, amikor lemennek a dokkokhoz, hogy keressenek ugye ilyen gonosz droidokat, ott ugye próbál egyezkedni a Bo-Katan azzal a droiddal, Din Djarin pedig azt a megoldást alkalmaz, hogy elkezdi rugdosni randomat. Ez kurva jó! Ez droidokat! Úristen! Tehát az mi a faszom, ez csupasz tiszta jelenet? Én ilyet a Jack Blackből néztem volna ki, hogy azt csinál ilyen hülyeségeket, de hogy ez a húgyagyú basz meg elkezdi rugdosni a droidokat, és hogy utána csodálkozik, amikor pofán bassza a droid. Tehát, hogy általában ugye ezek a kemény arcok, akik ilyen nagyon tukkó, tuskó módszerekkel derítenek ki valamit, ők készülnek arra, hogy na, hogyha megvan én, akkor lelövöm azonnal a csípőből. De a Mandalorian nem bassz meg, hanem ezután még egy 5 perces üldözés jön. Meg nem ez a durva, de hogy tehát ez volt a terve, hogy végrugdal mindent, mert azt most hagyjuk, hogy az milyen sztoriírás, hogy egyébként random elkezd rugdosni droidokat, és a harmadik az véletlenül pont az. Na, 200 volt.
Igen, tehát mi a faszom volt a terv? Mondákos volt. Csak nem úgy kezdett, hogy rúgdossa, hanem odaállt, és elkezdett neki integetni. Igen. Ja, és utána elkezdte őket a rugdálni. Mint ami kötekedő a kocsmába. Hát ez... Húha. Ez olyan elképesztő. Tehát, hogy... Ez egy ilyen, inkább egy Marvel jelenet volt, amit szerintem. Tehát, hogy a Taika Waititi féle Thorból ezt így kinézem, hogy az ilyen hülyeséget csinál, és akkor persze, ott az vicces, de hogy itt... Hát jó, csak közben meg a Taika Waititinél közben valószínűleg nem arról szól a rész, vagy nem az a valahol az egésznek a mondani valahogy, hogy egyébként a droidok sorsa az mi, meg hogy ők is érző lények, meg, vagy hát, tehát hogy érte, nekik is van személyiségük, és azért nem igazán feltétlenül fasza, ami történik velük. Tehát ezért nem működnek ezek kurván, meg ezért borzalmasak, mert a saját, tehát azzal is tisztában a sorozat, hogy a saját epizódja, meg a saját üzenete micsoda, és miről szól, és hogy nem lehet csak így ilyen fasságokat belerakni, mert egyszerűen szétbassza az egészet. Hogyha fogalmuk nincs, hogy miről szól, és mire fut ki az egész. Pedig egyébként az tök jó, hogy tehát ez is egy pozitívum, hogy én nekem tetszik, hogy a droidokat visszahozták. Tehát, hogy ezek a droidok, amik ugye a prequel trilógiában voltak jelen, ezek úgy eltűntek aztán így a... Nyilván, mivel a prequel trilógia úgy elő volt, mint az eredeti, de hogy ezt így eddig nem igen mutogatták így másik filmben vagy sorozatban. És jó az volt, animációk hogy... tele vannak velük amúgy. Ja, az animációk, ja. Ja, ja. De minden akkor második mondom, epizódban amúgy vannak. Bocs, élőszereplősben nem... akkor így van, élőszereplősben nem igen láttuk ezt, hogy így van valami nyoma és hasznuk, vagy próbálnak feladatot ellátni valamilyen galaxis szegletben, és itt ugye ebben a demokráciában, a demokratikus bolygón, itt megtalálták nekik ezt. Ez egy tök jó story beat, még azt sem mondanám, hogy ez egy ilyen, nem tudom, történet, hanem egy ilyen háttér történetnek mondanám inkább, de ez tetszett, hogy itt van, és aztán elkezdett futni a droid, ugye? Igen, és akkor utána tehát jött ez a fantasztikus akciójelenet, ahol rohangálnak egymás után ugyanazon a három díszlet falon át, majd végül Denk Ferik, hanem hogy Dingerin kiugrik az ablakon, és pont ráesik a droidra. Micsoda jelenet? Köszi! Majd Bo-Katan szarálövi, és ennyi, megjönnek az Ákos kedvenc ilyen helyszínelő droidjai. A következő nyom a kirakósban, az pedig, hogy kiderül, hogy ez a droid egy bárban ivott, egy droid bárnak a vendége volt, és ott folytatódik a nyomozás. Igen. De ugye az a lényeg, hogy az egész... helyszín az ilyen átprogramozott birodalmi droidoknak. Jaj, bocsánat, ne haragudj, hogy félbeszakítalak, még az üldözésnél lehetett látni így a háttérben a teletabi robogókat, veszpákat, amúgy csak hófehérek voltak, legalább három volt a háttérben. Ezt a mostani újra nézésnél vettem észre, gondoltam megemlítem, mert olyan pozitív élményeket és emlékeket hoz fel bennetek is. Kis gyomorsa. Valaki mellette nem pörgő rugott egyet? Lassítva. Figyeltem, sajnos nem történt jó. Ilyen. Okay. Szuper. Köszönjük, Gergő. Szarabb lett volna az élet. Igen, láttam most itt egy vágóképbe, ott így elfutottak mellettük. Nagyon jó. Csoda amúgy, hogy ilyen gyorsan tud futni a Mandalorian ebbe a ruhába. Egyébként. Hát a Beskar az egy alapvetően könnyű, olyan, mint a Mithril. Aha. Vagy én úgy tudtam, úgy emlékszem rá, úgy él a fejemben, mert amúgy ez a Star Wars Mithril tulajdonképpen, nem? Igen. Uh-huh. Igen. Még olyan láncing is van belőle, amire úgy be volt mindenki gerjedve a gyűrűk urában, most meg ráadták a Grogura. Leértékelődött. Sok értelme volt, azóta egyszer se lőttek rá a Grogura, de oké. Okay. Kár! Na jó. Tehát droid bárban folytatódik a nyomozás, ahol ugye
bármennyire is rasszistán viselkedik a Din Djarin a csapossal, az kiderül, hogy igazából segíteni akar nekik, és kiderül, hogy ezek a droidok igazából egy Nepenthe nevű anyagot isznak, és egy furcsa szállítmány érkezett ebből az anyagból, és ugye azt, annak kell utána járni, hogy akkor az pontosan mit jelent, és lehet, hogy ettől őrültek meg ezek a droidok. Itt volt talán az egyetlen érdekes gondolat foszlányszerűség az egész epizódban, amit ez a csapos mondott, hogy ugye azért is akarnak a droidok segíteni, mert nekik ez az egyetlen esélyük a túlélésre, és azáltal, hogy őket programozták, hasznos tagjai akarnak lenni a társadalomnak, nem akarnak meghalni, elpusztulni, tehát ez azt mondom, hogy egy ilyen 72 másodpercig talán valamiféle érdekes információval szolgál, de egyébként semmit nem tett hozzá szerintem az epizódhoz összességében. Hát legalább egy pillanatnyi szelete volt ennek az epizódnak, ami nem volt lehetetlenül véresen szar. De amúgy meg azon azért egy picit mosolyogtam, hogy ennyire rácsodálkoznak arra a Din Djarinék, hogy ők amúgy nem az ízélmény miatt fogyasztják azt a szartot abban a droid kocsmában. Tehát, hogy ők nem úgy isszák azt a löttyöt, mint mondjuk mi a Traubi szódát, meg a megymárkát, hanem hogy nekik ez egy kvázi ilyen üzemanyag. Igen. És így, hogy komolyan azt hiszed, hogy bazd meg ízélményt élnek át ott a droidok. Egyáltalán ezelőtt a Din Djarin rugdalta a droidokat. Hát, hogy mit vársz ettől az embertől? De komolyan, egy lobotomizált lajhárnak amúgy több eszem van, amit ennek a szerencsétlennek. Tudom, mi történt két epizód között ezzel a csávóval, de így az agysejtjei 90%-a elpusztultak. Tehát iszonyat irritáló. Lehet, hogy amúgy faszon. Ez lesz egy ilyen később ilyen horror történet, hogy a Grogu-nak a faja csecsemőként még másoknak az agyát szipolyozza. Mm. Az kemény lenne, hogy éjjel így szívja az agyát a Djarinnek. Igen, és ő attól nő. Igen. Vagy kiderül a Beskáról, hogy valamilyen mérgező anyagot tartalmaz, és így agykárosodást sugárzik. Visszahívták az összes Beskár páncét a galaxisből, kiderült. Igen. De hát lehet, hogy ez egy ilyen izé, amit hiányoltunk, hogy eddig ugye ez a szekta, eddig ez ilyen gonosz volt, uh-huh. De amióta ezzel a szektával még hülyébb, tehát hogy lehet, hogy erre futtatják ki az egészet, hogy csak meghűlt ezektől. Hogy egyedül sokkal jobb, micsoda tanulság lenne ez amúgy. Vagy, Gáspárt idézem, szarul van megírva. Igen. Nice. Következő állomásunk egy droid hullaház. Jó? De ez is, ez a másik, tehát hogy ez, miért kell egy hullaházat áttenni, mint egy droid hullaházzá a Star Wars világemből? Miért nem lehet valami újat kitalálni? Tehát, hogy mondjuk egy jócskás telepet? Hát bármit, akár. Tehát, hogy miért? A Star Wars az azt hittem, hogy ez a fantázia világa, hogy mindenféle ilyen skifi dolog van benne, olyanok, amikről nem is álmodtam, hogy létezhet. Erre egy droid hullaház az olyan, mint egy emberi hullaház. Hepsiken vannak ugyanúgy az igen. Alanyok. Azért, nice. Azért, mert a Jon Favreau éppen zabált otthon, bekapcsolta a tévét, és a CSI Miami ment, és így lekoppintotta egy az egyben annak a dramaturgiát, hogy akkor van egy eset, akkor felbérlik őket, elmennek a kocsmába, beszélgetnek, van egy akciójelent, elmennek a hullaházba, beszélgetnek, van egy nyom, arra ráközelítenek, ez a megoldás kész. Tehát, hogy szinte pontosan ez történt, és akkor ez jó lesz a Star Wars-ra is, azért, mert most nem ember fekszik a hullaházban, hanem egy droid is kész. Értem. Tehát a díszleteket, látványelemeket ezt meg leszarják. Tehát ja, ugyanúgy legyen, ahogy a Horációnál. Tehát, hogy így... Aha. Igen. És ugyanúgy ilyen látványosan leveszi majd a napszemüvegét is, vagy a sisakját ebben a pillanatban. Én várnám. Nem, én várnám azt, hogy ez lesz, hogy ő közel, ha jól megvizsgálom, és aztán nem leveszi, felrakja a napszemüveget. Hogy a Din Djarin is így felrakja a sisakját, és akkor utána jön a... Nem tudom. A sisakra rakja rá a napszemüveget.
Igen, hatalmas napszemüveges. Vagy Grogu nyálát letörli így a Visorról, vagy arról a szarról, amin keresztül kilát. Jaj, Istenem. Hú, most egy ilyen rasszista poénzott eszembe, de inkább nem. Jó, most, András, olyan világot élünk, hogy ezek beleférnek. Igen? Hát csak gondolkodtam, hogy mi lehetne a menő egysoros a Horáció kényszerűen. És akkor Max annyi lehetett volna, hogy amikor meglátja a Jack Black feleségét, akkor csak annyit mond, hogy I guess you are not the only black Jack. Isten. Oké. Okay. Isten. Igen, most ennyire futotta. Jó volt. De ha van jobb, akkor mondjátok nyugodtan, igen, ilyen I have spoken. Ennél. This is the way. Hát a Mandalorian-es az mondjuk lehetett volna, szerintem. Uh-huh. Na, hol tartottunk? Ja, igen, a hullaházas jelenet, ott van egy rövid akciójelenet, ami semmi nem történik, mert egy szék mögött bujkának is kész. Kiintéztet, ja, végre használta a Dark Saber-t, az a nyomorút. A Dark Saber-ről még egy 20 percet fogunk küvöltözni majd a adás végén, úgyhogy tartsatok ki, ez jó lesz. A Gáspár addig felébred, összehajtogatja a ruhákat. Tehát kiderül, hogy én erre se vágytam a Star Wars-ba, hogy nanobotokat hozzanak be. Miért? Ne. Mi a faszomnak kellett ez? Tehát az a lényeg, hogy ebben a Nepenthe nevű kenőolajban ilyen nanobotok vannak, és akkor ugye ezek miatt dilinyóztak be a droidok, és akkor nagy megfejtés, hogy kirendelte ezeket ezt a szállítmányt. Hát, na hát, csak nem a gonosz Moff Gideon helyett a elálló fülű Christopher Lloyd. Ugye még egyszer mondom, tehát három új karakter jelent meg az epizódban, és a leggyanúsabb volt a gonosz, tehát kurva izgalmas, úgyhogy akkor mennek is fülön csípni, ami ugye nem lesz nehéz. Én egyébként nem gondoltam rá, mert én tényleg afelé hajlottam, hogy tényleg az lesz, hogy a Moff Gideon itt, nem tudom én, tényleg, hogy ő áll a háttérbe, és ő intézte ezt, hogy itt azért. Egy random bolygón. Jack Blacknek van álcázva amúgy, és így a végén leveszi a maszkot, mint a valami Amerika 3 végén. Tudj, mint az összes Scooby-Doo-ban. Valami gázabbat akartam mondani, de jó a Scooby-Doo is. Csak már, ha itt feljött egyszer. Nem, én tényleg azt vártam, hogy nem tudom én, így alá van-e írva a kis nanobot, hogy ott megjelenik majd, nem tudom én, itt voltam azért Moff Gideon felirat, vagy nem tudom, hol fogt az egész Los kifutni. Los Poyos Hermanos logó. Oké. Okay. Szóval én erre számítottam, úgyhogy ehhez képest nem tudom én, hát nyilván nem volt egy nagyon bonyolult valami ez, hogy a Christopher Lloyd áll az egész mögött, de mondom, én nem számítottam, mert sokkal rosszabbra számítottam, tehát ehhez képest egy ilyen halálunalmas lehetőleg basic-en forgatókönyv, az nem volt annyira ciki vagy kínos. Nekem a kiréttel általában nem szokott bajom lenni, hogy na ki az elkövető, bárkit rá lehet húzni, na de a motiváció, azt én nem is értettem, hogy mi a fasz van. Uh-huh. Tehát, ugye... és ezzel van bajom. Igen. Tehát, hogy alapvetően az nem egy rossz írás, hogy egy nyilvánvaló karakter lesz az elkövető. Az rossz írás, amikor nem tudod megmagyarázni, hogy miért. Hát mert közben lelövik, és az kurva idegesítő volt, hogy ott végre elkezdett volna érdekelni, hogy van egy motiváció, ugye kimondja, hogy Doku Gróf látnok volt, hogy valami ilyesmi, és akkor elkezdi mondani, hogy a szeparatista és lelövik. És mondom, baszd meg most! Tehát, hogy végre valami érdekeset mond, és sose tudjuk meg valószínűleg, de tényleg az, hogy van egy Christopher Lloyd az epizódban, aki alakít egy gonosz, ilyen szeparatista birodalmit, és pont. Tehát, hogy egy a karakter, hogy ő gonosz, és ő még mindig itt a régi főgonosz Dukuban, és ezért. Oké. Tehát, hogy most majd biztos visszatér. És megint csak ez fel, hogy egyébként ez tökre passzolna abba a sztori vonalba, ha lenne ilyen, hogyha beszéltünk ilyenről, hogy ugye az új köztársaság az mennyire nem működik. Mm.
Tehát az, hogy tényleg itt még nem csak, hogy ex-birodalmiak, meg ilyen birodalmi warlordok vannak, ugye azt is nem beszéltünk, mert ebben a részben is, mert előzőben, vagy nem tudom melyikben volt egy ilyen fél mondat erről, hogy ilyen imperial warlordok itt még öröpködnek a saját katonáikkal, ami szerintem egy kurva jó gondolat megint csak. Tehát, hogy annyira szarul megy a köztársaságnak, az új köztársaságnak, hogy még szeparatisták is vannak. Tehát, hogy így senki fölött nem tudnak normálisan uralkodni, és nekem ez tökre bejönne, csak igen, lehet meg kellett volna írni a karaktert, és nem ennyi, hogy ő azért gonosz, meg azért csinált ezt, mert ő egy szeparatista, kész. De amúgy neki mi volt a terve ezzel? Tehát, hogy mit akart elérni? Hát felrúgják a kukákat, a droidó. Azok a rohadt kukák. A Justice League elején, amikor a narancspultot felrúgta valaki, lassított felvételbe, és akkor ez a világ vége, vagy igen. Tehát nem értem a tervét. Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Jó, oké. Mindegy. Ha lépjük másik kérdés, hogy ezen a bolygón ezt senki nem tudta volna kinyomozni, hogy ez van. Tehát figyelj, hogyha a Din Djarin ki tudja nyomozni, akkor bárki ki tudja. De akkor bárki, tehát egy patkány is ki tudja nyomozni. Nem értem, tehát itt ez a bolygó, ami ugye végül is egy ilyen wellness bolygó, vagy hát ilyen tehát ide pihenni jönnek, meg művészetkedvelők, vagy valami ilyesmit mondtak el. Láttunk, ugye? Igen, kurva sokat, tehát egy ilyen Tomorrowland nagy tapát láttunk a bolygóról, de hogy ennyi, és hogy itt nincs rendfenntartó erő, csak a droidok, vagy mi? Nem, itt ez a fickó például. De nem, azt mondták egyébként, és szerintem ez is egy kurva jó gondolat, hogy ugye a nem viselhetnek fegyvert, és hogy még a kis rendfenntartó droidjaik, vagy akármiék sem. Mert hogy ugye, most ezt még hagyjuk, hogy miért. Tehát, akkor nem is gondolkodhatnak, hogy bármit egy nyomozás szinten? Nem, csak hogy mondjuk érted, nem kezd el, vagy nem tud elkezdeni random embereket lövöldöző droidokkal után nyomozni, mert bárki, aki ezt elkezdeni, az veszélyben van, mert senkinek nem lehet fegyvert. Tehát, hogy nem tudod azt a droidot, ami éppen megőrül tőled egy centire, sehogyan leszerelni. Mondom nekem, ez megint csak, tehát az, hogy ugye a Bombardier az ugye ex-birodalmi, és ezért nem bíznak benne, és ezért nem, vagy többek között ezért nem megennek neki fegyvert, ez megint egy tök jó, tök érdekes dolog szerintem. Hogy ez is egy ilyen új köztársasági döntés, ami hát most értem, hogy miért, de jó-e, vagy nem jó, vagy mi van, tehát megint ez is működhetne, csak nem működik. Mert szalóan megcsinál. Igen. Igen. Száműzik ezt a gonoszt egy holdra, megkapja Bo-Katan és Din Djarin a város kulcsát, és Grogu... Amit? Mit? Pillanat. Igen? Ja, most, tehát, hogy mindig áll ott egy droid készenlétben egy ilyen város kulcsával? Mert nem tudom, figyeltétek, ez történt, hogy visszajöttek, jaj, de jó, hogy megmentettek minket, akkor itt van nektek ajándéként a város kulcsa, és már éppen tudod, a droid is hozta. Hát jó, hát de valahogy már bejelentkeztek. Kell adni a droidoknak. Igen. Ez a létezésének a célja, hogy egy kulcsot tartson élete végéig ott a szobában. Oké. Lehet, hogy bejelentkeztek előtte, hogy megtaláltuk, és akkor előkészültek ilyenekkel. Ilyen én is arra gondolok inkább, hogy itt valószínűleg ez volt a logika, hogy már, tehát, hogy ők tisztában voltak azzal, hogy ki az, és miért viszik oda. Ennél is érdekesebb, hogy Grogu Sir Grogu lesz, úgyhogy mostantól így kell hívni. Sir Grogu. Független régenségek ősi rendjének lovagja lesz, azért, mert cuki, elálló fülű zöld, és segített ennek a nőnek egyszer csalni egy játékban, és ezzel nyert. Úgyhogy ő a lovag. Kár, hogy nem a Dark Saber-re csinálták amúgy a lovagáütést. Hogy levághatta volna a fülének a szélét, vagy valamit csinálnod. Vagy akár az egész fejét. Igen, az meg.
Úgyhogy, vagy na, mondjuk ott ilyen másfajta hagyományok vannak, hogy mondjuk rászarnak. Ha már John Favreau ezt megteheti velünk, akkor szerintem ezt így szabadnak rúgóba is. Na mindegy, bocsánat, közönséges, majd menjünk tovább. Hát vagy megehették volna. Visszamennek a trónterembe, és akkor ott a Grogunak a feje. Ott van már kiszolgálva egy almával a száján. Andris, ne. Csábíts. Túl jól hangzik. Megnézem, ja. Hogy mennyibe kerül egy ilyen Grogu merch, mert akkor amúgy lehet, hogy veszek egyet, egyszer ledobjam az erkélyt. Egy ilyen torta alakút kéne csinálnod, és azt ledobod, és akkor széttartson. És aztán még finom is. Hát, ha felleszed az utcáról, akkor igen. A húgyos utcáról, igen, és hogy még, milyenek az állapot. Még kínosabb legyen a jelenet egy ilyen kis cuki integetéssel érvégett Grogu és a nő kapcsolattal, aki távolban még visszaintegett neki. Star Wars! Na, mi ezzel megint a kibaszott nagy probléma? Azon kívül, hogy gagyi, mint az állat. A megint csak a értékelhető és érdekes pillanat is, hogy a ugye cserébe ezért az egész ezért mellékküldetésért a Jack Black meg a Duchess ugye azt ajánlják fel, hogy ők, mint az új köztársaság egyik tagbolygója, ugye elismerik szuverén bolygóként a Mandalort. Zárójel, nem tudom, hogy a Mandalort miért ne ismerné el bárki, tehát hogy nem laknak ott senkik, tehát hogy nem lakik ott senki, és nem tartozik, ha minden igaz, senkinek az uralma alá, hiszen mindenki úgy tudja, hogy le van rombolva a picsába. Mindegy. Meg hogy ennek mi köze van a Jack Blackékhez, tehát hogy ők egy random bolygó, most nem az új köztársaságnak kéne elfogadni. De azon belül, hogy, tehát, hogy azt megint csak ilyen politikailag, meg diplomáciailag szerintem ez egy teljesen valid dolog, hogy és ugye való életben és való világban is vannak ugye hasonló szituációk, hogy most egyes országokat ki és hogyan és mennyire ismer el szuverén országként. Ugye ez itt is ugyanígy meg tud jelenni, és mint olyan, hogy ezt ajánlják fel, hogy egy új köztársaságbeli tag bolygó már őket elismeri, az ugye már egy előrelépés. Ettől még ők azt gondolom, hogy ugyanúgy nem lennének instant és egyből szuverén bolygó, de már legalább van legalább egy támogatójuk. Ez tök érdekes. Ilyen galaxis politikailag érdekesebb, mint a Naboo adóügyei. De az a baj, hogy azáltal, hogy ezt az államberendezkedést, meg ezeket a diplomáciai per politikai dolgokat, tehát ezek mellé, ami komolyan vehető, odarakják azt, hogy a Grogut lovaggá ütik azért, mert cuki volt és segített a nőnek a játékba, ez így abba a pillanatban kiherélte az egészet. Mert onnantól, hogy ezt a kis gecit lovaggá ütik, és ez a kis geci valami állami vagy bolygóvezetéstől kap egy címet, azért, mert cuki és labdázik, onnantól egyáltalán nem tudom komolyan venni, hogy az ő támogatásuk az új köztársaságon belül bármit érne a Mandalornak. És így a saját nagy, globálisan, illetve az egész sorozat szempontjából komolyan vehető történetüket ölték meg megint egy szájba baszott cukinak szent jelenet miatt, azért, hogy egyszer azt mondta, hogy jaj, de aranyos Sir Grogu! És ez a felháborító megint, hogy lehetne ez is jó, de nem, mert inkább bevállalunk egy szar cukipoént, mert jaj, de aranyos. És heréljük ki a saját sorozatunkat 27 ezred szégyére. Tetszett, neppe. Ez egy szó volt. De ebben a sorozatban, tehát ez a baj ezzel a sorozattal, hogy minden akar lenni. Tehát ez egyszerre akar egy gyereksorozat lenni, egyszerre akar, mint ahogy láttuk a harmadik részben, egy Andor lenni, egyszerre akar lenni, ilyen Mandalor belpolitikai harc viszály, egyszerre akar lenni nagyon kemény
fejvadász történet, mint ahogy ugye az konkrétan az első részben, az első évad első részében azt láttuk, hogy félbevágatja egy ajtóval a Mandalorian, a főszereplő az egyik fickót, vagy űrlényt, akire vadászik. És most meg itt tartunk tényleg, hogy lovaggá ütnek egy zöld szart, mert cuki, tehát hogy akkor most miről beszélünk? Tehát, hogy akkor mit akar a sorozat, mit akar John Favreau most, akkor minek tesz bele ilyen dolgokat? Most akkor melyikkel kéne foglalkoznia, ugye, az a kérdés? Mert itt mindennel foglalkozik, és nem tudjuk eldönteni, hogy ez a sorozat, ez most kinek szól. Mert volt egy harmadik rész, ami elé nem ültetnék le gyereket, de ezzel én meg simán. Tehát, hogy így nagyon egy ilyen Frankenstein szörny szülött ez az egész jelenleg. Most majdnem beleboxoltam a monitorba, mert elolvastam a top kommentet a egyik YouTube videó alatt. De... És mi a top komment? Rickson legújabb videója alatti komment. Ja. Hát ez a rész egyszerűen fán volt. Mosolyt csaltak az arcomra az ismert színészek. Érezhető volt, hogy nem ezt tervezték a legkomolyabb résznek. De nem is volt ezzel baj. Jól esett a könnyed szórakozás. Tele van meglepetésekkel ez az évad. Számomra messze a legerősebb a háromból. Remekül szórakozom, csak így tovább. Etike 8. Etike 2005. Ezek szerint embriók is tudnak már kommentet írni. Tök jó neki. Tehát én ezt nem akarom elvenni senkitől, hogy ez szórakoztatónak, de inkább irigylem, csak. Hát ha ez elég, még Star Wars. Igen, csak még mindig az a baj, hogy ez a number one Star Wars produktum jelenleg is, és ezt így elfogadjuk, és tényleg fánnak tartjuk az egészet, de amíg tényleg most a valakinek ez fán, legyen, tök jó. Jó. Jó, több kommentet nem olvasom. Oké, és akkor olyan zseniális lezárása az epizódnak, hogy ugye megérkeznek végül Bóketenék Exékhez, ott megy egy kis ilyen lögdösödés, és akkor legyőzik. Tusakodnak. Tusakodás. Torzsalkodás. És végül legyőzi Bóketen Ex-t. De aki még mindig ott ugat neki, hogy de hát akkor se leszel a vezérünk, mert nincs nálad a Darksaber, és akkor Din Djarinnak így egy lámpa felkapcsolódik az fejébe, hogy jó, ha jól atom neki adni, ha itt van, tessék. És odaadja, és vége. És azért tudja neki odaadni, mert John Favreau éppen akkor fejezte be a Halál erekéi könyvet, és akkor ott is ugye ez volt, hogy akkor éppen kié a pálca, és ugye itt az történt, hogy ugye Din Djarinnál volt a Darksaber, akkor a második részben jött az a robotlény, aki legyőzte őt, tehát akkor ugye robotlényhez került a Darksaber, oké, de Bo-Katan legyőzte ezt a robotlényt, tehát akkor Bo-Katanhez kell, hogy kerüljön a Darksaber. Pontosan nekem is a Halál erekéje jutott eszembe, és ott is milyen pusztulat módon gyűlöltem ezt a hülyeséget a pálcákkal való kavarással. Tehát, hogy én nem tudom, minek kellett ott is Harry Potter világába ezt, hogy na azért a pálca, aki legyőzte az előzőnek a izét, és ezt ugye csak a hetedik könyvre találta ki a Rowling, és rohadt szar volt, és akkor itt is így, hát a John Favreau gondolkodott, hogy hát milyen szar ötletet tudnék még beemelni ebbe a sorozatba, hát akkor legyen ez. És az a legrosszabb ebben az egészben, hogy nem ebben az epizódban dölt ez el, csak ebben az epizódban döntött úgy ez a vízfejű, hogy jó, akkor most már eljött az ideje annak, hogy odaadjam neki. Eddig nem jutott eszébe? Vagy gondolt rá, de úgy volt vele, hogy na majd kivárom vele a jó pillanatot, mert egy közös büntény után odaadom neki. Igen, végre megérett a kapcsolatuk erre. Vagy pedig lehet éppen cikinek érezte, hogy basszus, akkor abban a pillanatban nem mondtam, most már tök ciki lenne ezzel előjönni. Na majd a jó pillanatban. Hát, és hogy ez eljön amúgy a Bo-Katannak így a halálának a közele, és akkor így na akkor odaadja neki esetleg, hogy jó, legalább békében távozhatsz így az élők sorából. Tudod, milyen jól lehet ezzel a Darksaperrel, mit tudom én, zsemlét vágni? Tehát, hogy neki ez tök hasznos volt. És meg is pirítja a zsemlét. Igen. Marha jó. Még kicsit használta. Nem, egyébként szerintem az volt emögött, hogy én továbbra is azt érzem, hogy a Din Djarin, ugye, és ez tök jogos, hogy neki fogalma nincs arról, hogy a Darksaper az mit jelent.
és nem is nagyon érdekli. Tehát, hogy szerintem ő nem gondolkodott ezzel, hogy két résszel ezelőtt, hogy oda tudnám adni már most a Bo-Katannak, mert nem nagyon foglalkozott ezzel az egész kérdéskörrel. És ugye most szembesült azzal, hogy ezek a csávok tényleg nem követik őt, hogyha nincs nála Darksaber, és akkor azt mondta, hogy jó, hát akkor igazából oda tudom adni. De hát ez egy fanatikus szektának a tagja, és fogalma nem volt arról, hogy mik a szabályai? De ebbe meg én nem vagyok járatos, hogy tehát mint ahogy ő nem tudta, hogy ő egy szektának a tagja, úgy simán lehet, hogy mondjuk erről a Darksaberről nem beszélt ez a szekta. Ezt nem tudom, mert nem olvastam a Wikipédiát, hogy ők például ezt mennyire tanítják, vagy mennyire fontos nekik. Lehet, hogy érted azzal, hogy már nincs Mandalor, és nincs egységes Mandalor bolygó, meg nép, meg és ezért tök mindegy, hogy de tök mindegy volt nekik a Darksaber. Jó, és akkor Bo-Katan miért nem szólt neki? 5 résszel ezelőtt. Miről? Hát az, hogy haver, miért nem adod a Darksabert? Ja, értem. Mert nem is akarta ő igazán. Na jó van. Nem, azért, mert a Favrónak most jutott eszébe, hogy... Jó, tehát ez mindegy, melyik oldalról vállalhatatlan. Nem, hát ez mindenhonnan gecige ezt. Tehát, tényleg az a... Akkor fröcsöketek, vagy még valakinek van mondani valamit. Mert tényleg, tehát az, hogy ez az egész utolsó Mandalorianekkel való találkozós jelenet, ez már így alapból nem nagyon illett oda, de hogy ezt, hogy a Darksabert bazd meg, így adják át, ez megint olyan szinten vállalhatatlanul lusta, nem tudom, igénytelen szar, hogy tehát a saját sorozatokon belül már megint ez ugye elvileg nem tudom én melyik évad második, talán nem tudom melyiknek a vége, volt így az, hogy egyáltalán ez kiderült, hogy ez a Darksaber van, ez fontos, ez kell ahhoz, hogy a Mandalort lehessen egyesíteni. Előkerül a Book of Boba Fettben, hogy a Din Djarin nem tud, és tehát, hogy ez egy epizódokon, meg évadokon keresztül átívelő sztori. Na most azt, hogy ezt egy ilyen kibaszott loophole-lal oldják meg, és nem bírnak valamit akköré írni, hogy ez a két karakter hogyan tudná egyébként megküzdeni egymástól, anélkül, hogy megölnék egymást, hiszen nyilván ez lenne az ideális, az borzalom. Az is borzalom, hogy tényleg ez egy loophole-lal oldják meg az egészet. A harmadik borzalom az, hogy ki a faszom tanúsítja, hogy ez történt. Tehát, hogy amellett, amit elmondtatok, nekem az jutott eszembe, hogy egyébként ha ugyanez meg se történik, és a Din Djarin ezt ott helyben találja ki, hogy hé, Bo, emlékszel, amikor egyébként mi megküzdöttünk egymással, és te legyőztél, hogy itt a Darksaber. Úgyhogy kacsint a maszkja. Na jó, nem, egyébként ez nem igaz, mert a Bo-Katan nem fogadta volna el, mert egyébként ez a Bo-Katant is meg kellett győzni arról, hogy igazából jogosan az övé. Konkrétan már volt egy ilyen jelenet szerintem az előző évadban, nem? Vagy igen. Boba hát fel, az, nem a, akkor az, na, nem, akkor az volt, hogy hogy a Din Djarin felajánlotta neki, tehát hogy itt elleszorom. De ettől függetlenül, de hogy az összes többi Mandalorian, az meg ezt így, ja, oké. Igen, ez a különbségek között, meg a Harry Potter között, ami szintén nem túl erős, de ott legalább a pálcának van egy önálló akarata, meg személyisége, amit nem lehet szavakkal csak úgy felülírni. Itt nincs ilyen, tehát a Darksaberről nem tudom, hogy az úgy random eldönteti-e, hogy kihez hű. Tehát ez tényleg így bemondásra ment, és így mindenki bólogatott, hogy ja, oké. És ami leginkább felháborított, hogy itt van egy ilyen random sidequest filler epizód semmi köze, és az egész évadnak az eddigi legdurvább és legkomolyabb helyzetváltozását, status quo változását, azt nem lehet egy heti kaland filler epizódnak a végére odabaszni. Mert nem lehet, mert nem működik. De Gáspár, konkrétan az egész sorozatnak a történetét egy másik sorozatba zárták le. Tehát, hogy miért lehet?
Hát az is egy szar döntés. De hogy örüljünk, hogy nem a Kinect Star Wars 2-ben lett lezárva ez a sztoriszál, ugye? Ja, igen. De mondom, most abszolút arról beszélek, hogy ha már, oké, van egy filler epizód, oké, van egy heti kaland, oké, nem tudtak mit kitalálni, jó, legyen az, megérkeznek kaland, megoldás, izé. Tehát megnézel bármilyen normálisan összerakott sorozatot, a filler epizód az azért filler epizód, mert az egy filler. Az így azon a héten az a kaland, az kész. Mész tovább, majd a következő héten történik valami. És nem lehet oda rakni egy ilyen könnyednek szánt, nem tudom én, kalandocska mögé a legfontosabb eseményt a sorozat, vagy az évad történetében, mert nem oda rakod. Visionary. Befejeztem, köszönöm. Köszi. Minden szavaddal egyetértek, igazából úgy vállalhatatlan az egész, ahogy egyetlen egy ilyen troll gondolatom van. Láttátok Ex-Wolves gatyáját? Hogy nézett? Miért, ezt nem. Szarta magát? Hát úgy néz ki, mint aki befosott. Tehát konkrétan ez, én nem tudom, hogy ez... Screenshotot szeretnék. Jelmeztervező az ez most trollkodásból csinálta, de hogy lehet egy elvileg Benesz karakter így ábrázolni? Tényleg. És ez a trottyos gatyás idiótát kell legyőzni a végén. Hát ez zseniális. De ez a Star Wars-nak az egész szimbóluma. Ugye egy elvileg Benesz karakter, egykori Bounty Hunter, és összeszart gatyába áll. Hát lehet, hogy tényleg. Bármint, hogy érted? Ja. Ott van a Mandalorian, meg a Bo-Katán, aztán hát megijedt a Grogutól. Ki jött? Ja, megijedt a Grogutól, igen. Annyira utálja a Grogut, hogy egyszerűen már a jelenléte is zavarja, megirítálja, és befosott tőle. És egyébként sisak nélkül párba jöztek. Lehet ez egy párbaj szabályigás. Hát... Jó, oké. Egyébként én még kiemelném ezt a helyszínt, tehát csak engem triggerelt, hogy úgy néz ki, mint egy golfpálya. Olyan, mintha kimentek volna egy random, nem tudom, a stúdió mögött van itt egy ilyen zöld park, itt ide menjünk ki forgatni. Ezzel az Howard kertjébe kimentek ezt. Igen. Körülbelül. Simán. Igen, tehát, hogy kurva. Annyira... Jobbra svenkezt a kamerával egy picit, akkor Ron Howard ott sütegetében. Teszi a szendvicsét. Igen, tehát... Balra meg Zack Snyder éppen forgatja a Justice League-nek a post-credit jelenetét a kertjében. Igaz. Mögöttük meg George Lucas golfozik éppen. Igen. Itt szánalmas. De egyébként az... Megalszik. Istenem. De egyébként a zárókép is szánalmas. Tehát, most ezt megnézem, azt kíváncsi vagyok. Igen. Hát, már mint. Hogy beállnak a lett fal elé, vagy melyik? Hát konkrétan, igen, ez a tipikus az beállás. Jelenet. És igen. És így ki kell nyitni a Dark Saber-t, és így közelít a kamera. Igen, és így Din Djarin az így semmi. Tehát ő így... Nézd a kezét, neki, mintha őkölbe akar a szorulni, már ő is érzi, hogy... És nem néz oda a Bo-Katára, amikor az kinyitja a Dark Saber-t, hanem ugyanúgy maga elé mered. Igen. Semmi. Miért ezt még a Grogu? Még így muszáj vagyok elmondani, hogy én amúgy annyira utálom a Darksaber-nek a megjelenését. Tehát, hogy miért van bazd meg éle és hegye egy fénykardnak? Tehát, hogy ez egy fénycsóva volt mindig is. És tudom, hogy ez nem most látjuk először, de engem ez mindig triggerel, amikor meglátom, hogy így hogy a pöcsönben néz ez ki? Majd lesz fénykatana is egy ponton? De hát, Gergő, ez nem fénykard, ez dark save, nem light save. Sötét halad. Atya! Kár, hogy úgy néz ki, mint a Roger nyúl a pászból lett volna valami firka eszköz. És így hozták a Christopher Lloydot vele együtt. Igen. Igen. Istenem. Én nem tudtam eldönteni, hogy ez jól néze ki, vagy sem. Fogalmam sincs, hogy fura az egész. Én utálom. Oh, Istenem. De egyébként, ja, mindegy, ebben nem kötök bele, hogy ennek súlya van. Van súlya? De, ja, igen. De hogy amikor lendítette meg, akkor súlya van ennek a kardnak, és a... Vagy, jó, hát lehet, hogy nem annyira igaz ez, hogy a Bo-Katán meg olyan lengén tartja ott, hogy te nem lenne neki súlya. Lehet, hogy ez egy felesleges belekötés, bocsánat, de most így előttem van a záróképpont, és így meg van állítva, és így nagyon lazán tartja. De mert volt erős.
De várjál, de volt erről valami, hogy a, ami a Book of Boba Fettben volt, hogy a Din Djarin az a Dark Sabernek a súlyával küzd, csak nem emlékszem, hogy az konkrét fizikai súly volt, vagy ilyen nem tudom, ilyen varázssúly, hogy nem tudja használni, mert nem ő a jogos birtokos. Igen, erre nem emlékszem, úgyhogy... Csak a Bo-Katannál már volt, úgyhogy igazából, ugye? Jó. Volt. Jó, volt. Akkor semmi. Akkor lehet, hogy ezzel meg is válaszoltam. Abban a szempontból, hogy örülök, hogy végre lezárták ezt a szart, és nem fognak ezen buziskodni, hogy a Bo-Katán nagyon akarja, de a Din Djarin nem adja oda, mert nem. És így hátat fordítok, és azt mondja, hogy nem adom oda. És én csak még... innentől kezdve, hogy nincsen szerepe, nincsen helye a Din Djarinnak a történetben. Aha, jogos. Tehát, hogy innentől kezdve, hogy a Bo-Katán így adhatjatná a picsába, hogy tudod mit, akkor menj a faszomba. Sőt, amúgy lehet, hogy azzal kéne kezdeni a következő résznek, hogy így ráküldi ezt az egész hadsereget, hogy tapossátok el ezt a faszt, tehát hónapok óta szívok ezzel, és amúgy már hónapok óta az enyém lehetne ez a szar. De egyébként simán mehet a tovább a sorozat, mert Mandalorian, tehát a Bo-Katán is. Tehát, igen. Nem, kurva jól lenne, egy következő részt, hogy nem szerepel a Din Djarin soha. Kisétál a képbe. Nem hiányoznám úgy. Tehát, a droid úgy ott van. Igen. Itt marad a bolygón, mondjuk, és akkor egy droidokat rugdos, így kerül fordul. Istenem. Jó. Na, de egyébként ezen a vonalon, tehát én is gondolkodtam, hogy most tényleg igazából ebben az egyben legalább az lett a sorozat, amire számítottunk, hogy a Bo-Katánról szól, és nem erről a szerencsétlenről. Ugyanakkor továbbra is fennáll az a problematika, hogy a sorozatnak nem Mandalorian a címe, meg nem Mandalorians a címe, hanem The Mandalorian a címe, ami a Din Djarinra utal, és nem egy valaki másra. Tehát az továbbra is ott van, hogy a címszereplő a legkevésbé érdekes, per aktív, per kompetens, per akármi. Értelmes. Per értelmes ebbe az egész szájbabaszott sorozatba. És ez nem azért van, mert őt direkt így akarják beállítani, hogy tradicionális maszkulin főszereplő karaktereket dehumanizál, vagy demisztifikáljunk. Nem. Szarul van megírva. Uh-huh. Úgy lehetne akár az Emmet is a Lego Movie-ból. Uh-huh. Oké. Okay. Simán, bárki. Vagy a járp a Hot Fuzzból. Tehát ugyanaz a szint. Istenem. Na, akkor még maradt pár percünk, és akkor bejelentettek elvileg egy csomó Star Wars hulladék, bocsánat, sorozatot meg filmet, úgyhogy valaki össze tudja nekem gyűjteni, vagy tudjátok mondani, hogy mik történtek? Hát új sorozatot, amennyire láttam, nem jelentettek be. Tehát ugye a live action sorozatokból ugye maradt a rosta, hogy ugye az Acolyte jövőre, valamikor, és idén pedig ugye jön az Ahsoka, meg a Skeleton Crew. És igen? A Skeleton Crew, az mi a tökön, mert az kicsit elvesztett. Az a Jude Law-s sorozat, aminek voltam. Ő a főszereplője, és a John Watts az alkotója. Tehát ugye, aki a Pókember filmeket a Marvelnek rendezte. Ő a... És miről szól? Ilyen ifjúsági valami lesz, fiatal karakterek, ilyen Amblin Studios jellegű mikor? Valami. Idén. A sztoriban mikor? Szerintem ez a 66-os parancs után valamikor, harmadik és negyedik rész között lehet kb. De Ákos, javíts ki, hogyha jobban. Én is csak így tudom mondani, most közben itt olvasom, de igen, annyit tudni, hogy a Jude Law egy Jedit alakít, és hogy itt a főszereplők gyerekek lesznek, és azt mondták róla, hogy ez olyan, mint a Goonies a Stand By Me-vel találkozna Star Wars-on belül. Úgyhogy okay. Nem, azt mondják, hogy nem gyerekekről fog szólni, de nem feltétlenül gyerek sorozat lesz. Aha. Jó. Úgyhogy engem az Emblinnel megvettek, meg ez a Stand By Me is vonallal, de meg ugye, hát azt se felejtsük el, hogy kik a rendezők, tehát a David Lowery, a John Watts mellett, meg a Danny Elfs, akik így úgymond kimagaslók, meg ugye a Lee Isaac Chung,
aki, meg a Bryce Dallas Howard. Hát, az, igen, először a pozitívumot akartam mondani. De köszönöm szépen. Igen. Meg a Jake Schneier. De ebből lehet bármi. Tehát meglátjuk. Valami lesz. Ha tényleg ilyen klasszikus, amblines gyerek történet lesz Star Wars-on belül, még akár ez tényleg jó is lehet. Jó, hát úgy lesz ez, bocsánat, mint a Mandalorian lett ilyen gritty spagetti western. Ja, igen. A galaxis peremén. Igen, soha nem látott helyszíneken és karakterekkel. Hú, ha lesz Tatooine, akkor az nagyon-nagyon élvezni fogom. Igen. Nem lesz új Obi-Wan Kenobi évad? De hát, hogy mi lesz így a nagy rematchével? Ririmatchével? Nem lesz? Hát... Úgy de kár. Hát az olyan epikus volt, hogy most így egy 30 évre lakjál be belőle. Jó. Minden nap megnézem. De, tehát, hogy új dolgok annyira nem. Hát az Ahsoka-ból ugye mutattak előzetest, én azt nem néztem meg, az augusztusban jön, ez a Skeleton Crew meg valamikor ősszel talán. Vagy hát, azt mondták rá, hogy vagy év végén, vagy év elején, tehát vagy 2023 vége, vagy 2024 eleje. Aha. Úgyhogy ezt meglátjuk. Meg ugye a Gergő, azt nem tudom, mondtad így adáson kívül, hogy az Acolyte az talán, hogy nem idén jön, hogy kérdezted, és igen, és tényleg úgy volt ez bejelentve, ha jól emlékszem, hogy ez még idén jön, de látszik, hogy mégiscsak jövőre. Tök jó lesz, hogy lesz egy ilyen, azt meglátjuk, hogy mi lesz, mert erről meg azt mondták, hogy mindig ilyen cool szavakba kell mesélni, hogy Frozen meets Kill Bill. Így elemezték az Acolyte-ot. Mi? A Frozen és a Kill Bill? Aha. Frozen és a Kill Bill találkozása. És... ugye ezt a Russian Doll-nak a showrunner-je csinálja, a Gáspár arról áradozott pár adással ezelőtt. Érdekes. Na, érdekes, oké. Okay. Bármi lehet ebből. Meg ebből is mutattak jeleneteket. Ugye ott a Star Wars Celebration-en résztvevőknek, de igazából mi azt még nem láttuk. Ezt nem lesz kiadva. Azt mondják, hogy így első benyomásként inkább Andor, mint sem Mandalorian. Ez nekem már elég, hogy talán egy kicsit érdeklődve figyeljem. Meg Kurosawa inspirációkat mondtak róla, hogy sokat megértettek a Kurosawa filmekből. Most oké. Tehát megint csak úgyis azt csatolva a Mandalorianhez, hogy igen, a galaxis peremén játszódik, egy fejvadász története. Bármi lehet ebből. És a főszereplő meg a ugye a Squid Game-nek az egyik főszereplője lesz, ugye, ő egy Jedi játszik, azt is talán elárulták, meg a Loganből, a kislánya Daphne Keen. Így van, és benne lesz egy Wookie, aki Jedi. Kettőt is láttunk amúgy animációban. Na. Ja, meg a Carrie Ann Moss. Carrie Ann Moss. Trinity. Jó, és akkor filmekből mik lesznek? Hát itt is hármat jelentettek be, itt találtam egy gyűjtést. Ugye az egyik az érdekesebb szerintem, ugye itt a James Mangold neve felmerült, ez a Fall of the... Nem, bocsánat. Ez ilyen első Jediről szóló valami lesz. Konkrétan arról, aki először talán találkozott az erővel, arról az emberről fog szólni. Ez egy ilyen több ezer évvel korábban, és egy ilyen Jézus Krisztusos bibliai ihletésű történetet találtak ki, úgyhogy ez ilyen, szerintem ilyen masszívan fantasy és politikát mellőző stb. Dolog lesz. Ez nem tűnik rossznak. A Dave Filonival is bejelentettek egyet, itt egy élőszereplő is dolgot rendez szintén. Ez egy a Mandaloriannek az idővonalához kapcsolódó valami lesz, és a harmadik pedig egy hát a Miss Marvel egyik rendezője amúgy mit látta, hogy a sorozatban rendezett ő, és ő pedig a Rey-ről fog egy filmet készíteni, ami 15 évvel a Rise of Skywalker után játszódik, és az új Jedi rendnek a létrehozásáról fog szólni, és mint kiderült, ez volt az a projekt, amin a Damon Lindelof dolgozott, múlt időben szigorúan, mert az ő helyét vette át a Steven Knight. De jó nekünk. A Serenity hírója. Igen. Igen. Minden idők legjobb fordulatával.
Okay. És a rendező itt pedig a Sharmin Obaid Chinoy, egy pakisztáni származású rendezőnő. Engem. És még ugye az Andor, ami fontos, bocs, a visszatérve a sorozatokhoz, hogy ott meg fél távnál járnak a forgatással, és azt nyilatkozta a showrunner, hogy jövő nyáron. Jövő augusztus valószínűleg, én azt olvastam szintén. Igen, ugye augusztusig forgatnak idén, és igazából ahhoz egy évre pedig bemutatják, ha minden jól megy. Amúgy az a fura, hogy a Taika Waititi-nek a filméről nem mondtak semmit. Hát szerintem okkal. Az kuka. És a Rian Johnson trilógiájával mi van? Szóval, bejelentenek hármat, kettőt elkaszálnak, tehát ez megy évek óta, aztán valami igen. Csak bemutatódik. Igen, pedig a Taika Waititi elvileg azt már megírta, úgyhogy fogalmam sincs. Tehát én azt szeretném a legjobban, ha már valamit lehet akarni itt, akkor azt, de hát... Igen. Köszi. Ja. Meglátjuk. Jó, én azt mondom egyelőre, hogy nyugodjunk meg, várjuk meg, hogy véget érjen ez a Mandalorian évad, tehát egyszerre csak egy falatot próbáljunk meglenyelni, és utána reménykedjünk, hogy bármit értelmeset kezdenek a Star Wars-szal. Hát majd nekem ezek van. Közül amúgy a James Mangoldnak nagyon tetszik az, amit így fölvázoltak, mert ugye részben elszakadunk végre ettől a retkes, telibe baszott idővonaltól, ami már bele vagyok süpedve, bazd meg 40 vagy 50 éve, és végre egy picit úgy visszabukdácsolunk valahova, meg ő egy tök jó rendező. Őtőle én még rossz filmet nem láttam igazából, úgyhogy én emiatt egészen bizakodó vagyok. Hát ha nem tudom, Christian Bale lesz végre az első Jedi, vagy nem tudom. Tehát, hogy... Én azon gondolkodtam egyébként, hogy annyira gáz, mert én is olvastam ezeket, hogy tényleg gyakorlatilag azon az egyen kívül, már megint minden a Skywalker érához kapcsolódik. Rey Skywalkerrel. Igen. De hogy, a light az is... Mert az is jó 100-200 évvel játszódik a... 8. Igen, de a Yoda már benne van, tehát hogy... Mi? Dehogy is. Nem? De, hát akkor valamivel korábban mondtátok, igen, lesz benne Yoda, meg fiatal Palpatine Tiniként is szerintem. Jó, de hát ezeket csak szerintem bizony volt. De nem, a Yoda nekem tényleg, tehát hogy igen. Nem tudom melyik cím volt, mert az a 87 bejelentetből volt egy olyan, amiről az volt, hogy ó, ez a múltban, meg High Republic, meg izé, majd nem tudom, hogy egy héttel később kiderült, hogy ja, de amúgy a Yoda benne van. De és ott is mondtam, hogy a kurva anyátokat akkor. Igen. Nem csak, tehát oda akarok kiukadni, hogy ez azért... Megfogadni Grogu abban a sorozatban lehet. Hát, vagy végre láthatjuk, ahogy a Palpatine machinálja az erőt, és úgy fogal meg Anakin Skywalker. Amikor felcsíp ismét. Igen. Én azt akarom látni. Ó, Istenem. Na, de oda akarok kiukadni, hogy most képzeljük el, hogy mondjuk a mi történelmünkből készülnének, mondjuk limitáljuk magunkat történelmi témájú filmek, és csak és kizárólag mondjuk a első és a második világháború, tehát mondjuk 1900-tól, nem tudom én, 1950-ig játszódhatnak történetek. És csak mondjuk Európában, meg Amerikában. Ennyi. És most képzeljük el ehhez képest mondjuk a milyen történetekről maradunk le, tehát nem látsz soha semmit. Ókori Rómából, ókori Görögországból, ókori Egyiptomból soha nem látsz semmit, a Távol-Keletből soha nem látsz semmit, a középkorból soha nem látsz semmit, a reneszánszból soha nem látsz semmit, a Amerika felfedezéséből soha nem látsz semmit, a felvilágosodásról soha semmit. Na, és mert ez történik a Star Wars-szal minden egyes alkalommal, amikor a szájba baszott Skywalker korszaktól nem vagyunk képesek elszakadni, meg amikor 71-ére megyünk vissza a kibaszott Tatooine-ra, akkor pontosan ez történik. Amúgy egy ilyen picike kis ír a sebekre, hogy most már több helyen azt írták, hogy ez a Dave Filoni film, ez le fogja zárni a Mandaloriannek a történetét.
Tehát, hogy az lesz a záró filmje ennek a nyomorult, nyomorúságos szenvedésnek, amit mi már itt nem tudom hány éve átélünk. Ezt nem tudom, hogy ez egy félrefordítás, ez egy rosszul megfogalmazott közlemény, de hogyha igen, akkor lehet, hogy a negyedik évaddal véget ér a szenvedésünk, és már csak egy filmet kell megnéznünk. És hogy John Favreau-nak ez nincs köze. A Filonit nyilatkozták egyedül, hogy ő lesz a rendező, ami amúgy nagyon érdekes, hogy ugye a Filoni, ő ugye mindig ugye, hát animációt rendez, meg ír. Ő a live actionben nem nagyon nyúl bele, ugye a sorozatokban rendezett egy pár epizódot, amit amúgy nem csinált rosszul egyáltalán, tehát ugye erről már volt szó, hogy ő amúgy egy kifejezetten kompetens rendező. Nagyon érdekes, hogy John Favreau miért nem. Lehet, hogy megunták amúgy, hogy nem dolgozik, és így ráhagyták az egészet, hogy jó van, akkor dolgozzon inkább a másik, az értelmesebb. Hát valószínűleg látták ezt a részt, és utána osztották ki ezeket a szerepeket. Igen, lehet. Én valahol titkon azért remélem, hogy a Disneynél van valahol valami fejes, aki azért ezt így látja, hogy azért nem igazán minőségi ez a dolog. Finoman fogalmazva. Tehát, hogy azért egy dolog, hogy mondjuk bekajálja a nép, vagy egy része a népnek, de hogy azért, hogy nem, tehát kritikailag, nem ez a baj, hogy a kritikusok is bekajálják, de hogy azért szemmel láthatóan csökken a egyébként sem túl magas minőség, és hogy azért így alapvetően sem volt soha túl igényes a Favreau által írt bármi. Én ezt merem remélni, hogy valakinek elkezdte szúrni a szemét, és azért inkább egy kicsit őt így félre. Nem látványosan, mert akkor azért népharag, de hogy egy picit így és már más is kapjon lehetőséget. Ja. Reméljük ez a forgatókönyv. Van-e még bármi más gondolatotok? Vagy akkor ennyi elég volt? A Star Wars Favreau, mondjon le! Szerintem már lemondották, csak még nem tették a szíré. Látták így a dailyzeket a harmadik évadból, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor köszönjük szépen, de... Vagy látták azt, hogy mit izadott ki a negyedik évadra. Úristen! Szerintem még nem tartott, hogy a negyedik évad azt megírját, az még... Ja, azt mondta, már megírta. Ja, megírta. Ja. Volt már kettő WC szünet a forgatások alatt, úgyhogy igazából annyi idő elég neki. Meg hát ilyen szart igaz. Egy óra alatt meg lehet írni, három év adott. Igaz. Szomorú volt ez az adás is, de reméljük azért élveztétek. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és akkor reménykedjünk, hogy jövő héttől már talán foglalkozunk is valamit így a fő dramaturgiával, amiről egyébként nem tudom, hogy mi azon kívül, hogy a Moff Gideon gonoszkodik, de reméljük. Hogy... Annyi tudni egyébként, azt nem tudom, eddig is tudni lehetette, vagy most jelentették be, de hogy az utolsó két részt a Rick Famuival rendezi. Jaj. Én azt tudom elképzelni, hogy lehet, hogy ez viszont egy ilyen cliffhanger-ös két epizódos sztori lesz. Tehát nem ilyen heti eset, hanem mondjuk egy nagyobb, akár ilyen 80 percre rúgó történetet mesélnek el két hét alatt. Ezek hát a teóriák ez mindig bejönnek ebben az adásban, tehát... Erről csak én megérzés. Ugyanazt az epizód, ugyanaz a rendező hoz össze kettő epizódot egymás után, ott feltételezett, hogy talán valami összefüggés lesz közöttük. Nyilván a Favreau nem nagy mestere az összefüggő történetmesélésnek. Vagy a történetmesélésnek így. Vagy úgy általában, de akár az is lehet, hogy tényleg egy ilyen tényleges évadzárót fognak összehozni. Két epizódban. Így van, this is the way. Lőjünk el mindent. Ez micsoda? De jó, hogy kérdés hallgatóink. Továbbra is várjuk a hallgatók MP3 fájlait a különböző általuk választott hangeffektekkel, amik lehet, hogy bekerülnek a TuneUp Discord soundboardjára.
Megtisztelő. Abszolút. Mm-hmm. Úgyhogy... I have spoken. Úristen, baszlek. Think fair. Na, akkor fejezzük itt be, mert ezt örökké tudnánk folytatni. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, hamarosan jelentkezünk. Addig is pedig minden jót kívánok nektek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!